véletlenül este. Felmentük a hegyre, utána egy kocsma, jobb beletük rúgva. Mit kéne most tenni? Mit kéne most tenni? Haza kéne menni. Hát vigyen ez a két ló. Este két fejlóval megyünk haza. Berúgott a sofőr, ekkert a liga. A jó kedvünkkel szálljon a dal. A többi nem is számít. Ja, ta, 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 ta. Ma este két fejlóval megyünk haza. Berúgott a sofőr, ekkert a liga. A jó kedvünkkel szálljon a dal. A többi nem is számít. Ja, ta, 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 ta. Király.
valamint három csamidőn. Az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőn az rím. Mely időn, vitéz mátyás király urunk, menj beszállas élettel dafkes iránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várá, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szuperbuli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány elkel. Már is, hogyha nincsen ló, a dégedőt isze játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha tökész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Adaj a híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, ad ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Hát bizony a tablettásporttól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboltatta Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap felkel, férjet kerítünk és a jány el. Ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz az a már is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló,
Sziasztok! Hú, de sokan összegyűltünk. Hát, nagyon. Először is üdvözlünk mindenkit, és még mielőtt elkezdünk neveket olvasni, a lényeg az, hogy már jobb, de még én nem vagyok 100%-os, úgyhogy nem 5-6 órás live lesz. Igen. Gyakorlatilag utoljára a Plektélnél találkoztunk, ami a live-okat illeti, február 6-án, srácok. Hát nem ma volt, mert utána ugye volt az Esis Podcast, a csomagnyitások, a Jana szülinapja, de hogy live gyakorlatilag a Plektél, és már ott is beteg voltam, úgyhogy, ja. Aztán jó sok idő eltelt, most egy olyan sablonos kérdés lenne, hogy és mi történt veletek ebbe a 10-20 napba? Úgy őszintén. Sok minden gondoljuk. Úgyhogy üdvözöljük, igen, akiket még látunk, mert láttam pörgött a chat. White Kagan, Diszcsenge, Reni Szabó, örül, hogy jól vagyunk. Azt szerettem volna az elején leszögezni, hogyha köhögök, ki kell mennem fürdőbe, mert köhögő rohamom van, vagy esetleg hát folyik a nyálam, felcsulázok valamit, vagy hányok, elnézést. De legalább nézettebb lesz a visszanézés. Na, Krisztián, Sipos, Szandi, Iris, Kovács, Alexandra, Víg. Szerintem jobb lenne, ha te olvas már, mert neked már több levegőd van. Még néha én nehezen veszek levegőt, igen, de ez már a Jobbik oldal. Ahhoz képest, amennyire szarul voltam. Jobbik oldal, eddig a sötét oldalon voltál. Mi? De amúgy tényleg azon röhögtünk, az hogy... Azazel, Lúcia, Torokboglárka, Mirtil Szentes. Hogy azon röhögtünk, hogy mennyire durva már, hogy... Izabella Tar, próbálj te is beolvasni neveket. Szia, Hargita, Csani, Huna Channel. És Lilinek meglett a 21-es, gratulálunk. Dóra Pete, gratulálunk, üdvözletem, Viki Starstable, Fanni, Zsiga, szia, szia. Szia, Nicolette Tidebear, veled már itt csapatban is vagyok. Lehet, hogy az elején nem leszek, mert be kell pótolnom a dolgokat, mert nem voltam iskolában. Jó pótlás, Huna Channel. Visszanézhető lesz, meg várunk. Csani, SSO, White Kagan, holnaptól karanténon van, hát kitartást. Hát mi most ezt megéreztük, hogy milyen Juli volt. Kovács, gyertek nyugodtan játszani. Rendben van, Krisz, de nem az, amire gondolsz. Aki nem tudná, az izé, az be kell lépni, igen, újra. Tehát, hogy először nem lesz jó. Sunflower Zoe, Bodzabód is. Gyertek újra, Dániel, Szilágyi, Lusza, Szabó és Liliana, kávé. Rózsa, szia! 3 hete. 3 hete, 48-an vagyunk, csapassuk meg a like gombot, ha szeretnél, szeretnél támogatni szupercsettel, szupermatricával és tagsággal megteheted. Itt van. Is szeretnék hálásan köszönetet mondani, hogy majdnem egy jó 20 napig kiestünk az egészből, és kitartottatok mellettünk, bocsánat, csak még nehezen beszélek, kitartottatok mellettünk. Gyakorlatilag egy ilyen 26 ember iratkozott le, később lesz meg az 5000, de igazából ezt elengedtem. Én nagyon hálás vagyok azoknak, akik itt vannak most is, meg akik itt maradnak. És a meglepőm, amire sokan nem tudtátok, hogy mi lesz, mert mondta a Krisztián, hogy sok sikert. Hát az a meglepőm, hogy szabad a barátlista, yeah, úgyhogy aki szeretné Dévet bejelölni, itt a lehetőség. Szerintem már meg is telt. De úgy látom, hogy észrevettétek. Tehát meghagytam egy ilyen tizenvalamennyi embert, akikről tudom, hogy kicsoda, és a többiek meg tessék jelölni nyugodtan. Ez az egyik meglepi. Nagyon cuki az az izé a fejeden. Köszönöm szépen, hát már eléggé régi, ha visszanézel, igen, régebbi live-okat, videókat. Jó gyógyulás, Dév. Köszönjük. Már nagyon keveset köhögök, csak nehéz Móra folyamatosan beszélni. Szia, Alexander Blueberry, Móra, meg Luca. És akkor csapat. Ki szeretne jönni, szia, írja, Daniel, hogy Dave. Ezer na, éve. Na, örülünk neked, Juli. Előre is boldog szülinapot, Szandi. Engem meghagytál. Párat meghagytam, akikről, igen, tudom, hogy szokott lenni. Lenni sűrűn. Vagy sűrűn látom. Igen. Többiek meg nyugodtan jelölhetnek, amíg van hely. Persze, hogy most nem látok senkit. Ne. Nem lehet, hogy izé, hogy másik szerre nem vagy. Én múltkor akkorát beégtem. CMM vagyunk. Hát úgyhogy most volt, nyugodtan, nem nyugodtan tessék jelölni. Szerre. Engem remélem nem vettél ki, de már biztos, hogy nem. Hát nem tudjuk. Nem sajnos, tudom. Aki szeretne jönni az én csapatomba, az írjon nyugodtan. Mindjárt itt elkezdjük a küldidét, álljunk be egy képre. Akkor
Na látod, Alexandra Blueberrymore, mibe szoktuk olvasni a neved? Uzsonnász. Majd megszokod. Na, az jó. Na, tehát viccet félretéve, srácok, mi újság volt veletek az elmúlt két hétben, 20 napban? Hogy vagytok, mi újság, meséljetek? Ja, Instagramon, Mongufta Family néven vagyunk, tessék bejelölni, ma ott hülyéskedtem a Lehetsz királyra. Itt álltam mellettetek, láttam magam múltkor, csempnél is ez volt. Ne. Úgyhogy meséljetek ki, hogy van, mi újság, mi volt ebbe a két hétbe, utána jön a beolvassa, annyi történt gyakorlatilag, ami a live-okon kívüli tevékenységünk volt Janával, hogy Jana nagyon sokat fejlődött Fall Guys-ba, elérte a 40-es szintet, srácok, már nem az első 2-3 pályán esik ki, hanem finálézik, és azt hiszem 5 vagy 6 nap múlva lesz szezoncsere, akkor majd lesz Fall Guys live Janával. Illetve Metinen 37-es lettem, holnap lesz... Szia, Bence! Szia, Bence! Nagyon durva, megtanultam sokat, valorantozok, és ti hogy vagytok? Holnap lesz Metin live, és Fortnite-ba is elértem a 100-as szintet. Köszönöm szépen a segítséget a Dark Banana Swarmos lányoknak és Hannának. Azt, ha jól emlékszem, szia, akkor velük értem el. Annyi történt, hogy nő a bölcsesség fog a Lili. Kitartás, sajnálom. Borzalmasan nekem szar. Nekem körülbelül 5 éve szenved, de komolyan. Ez a kettő már kijött. Ez... De szépek vagytok. Félig meddig. Itt még el se kezdte. Úgyhogy én már kb. 5 éve szenvedek vele. Én beteg vagyok. Jó pulást, neked is. Akik pedig segít. Most érkeznek, fejeljék meg majd a like gombot, és most tudtok, most be tudtok jelölni barátban, nézzük a küldetést. Felolvasod te a küldiket? Krisztián írta, hogy nekem újra suri, és elég fárasztó, hát ezt elhiszem, mi is alig várjuk már, hogy... Hát nekünk még azért hozzá kell tenni, 8-áig kötelező szünet, pihenő van, ugye utókezelés, az orvosunk írt fel új gyógyszert, azt be kell szedni. Majd mindjárt nézem. Felírtan. Úgyhogy tegnap harmadik órában hazaküldtek, mert szaró voltam, most várom, mit mond az orvos, meg hogy kell tesztelni, viszont egy pozitív vagy negatív teszt engednek vissza. Ó, értelek. Én egész nap tanultam, meg játszottam, de semmit nem csináltam ezen kívül, meg befejeztem egy anime sorozatot, tök jó kagyom. Na, micsodát? Hát 5. hete vagyok itthon betegen, minimum gufta egy hét bölcsi után újra itthon van betegen. Szegény. Abban az egy hétben meg a hátam volt becsípődve. Emlékszem. Kitartás. Basszus. Igen, amúgy ez nagyon durván mondja minden gyerekes szia, ismerős, almás, hogy palacsinta. Konkrétan, hogyha valaki bölcsi, ovi, mit tudom én, miben van. És gratulálok, Bence, jó az a 70-es szín. Így konkrétan, szia, Nikoletta Komlós. Ki se jönnek a betegségből, hanem egyikből a igen. másikba esnek bele, mert hogy össze-vissza fertőzik egymást. Online oktatásban van Viki november óta, és mára hívtak be egy magyar dolgozatra, olyan jó volt látni. Az új barátnőmmel beszélgetni hiányzik, már elhiszem. Szegény. Újra megszerettem a Robloxot és a FNAF is. FNAF-on is lettem, meg online sulim van. Oké, okay, Krisz, Berta, király. Én is beteg voltam, de már egész jól vagyok. Az a lényeg. Tanulok érettségizre, de egyben oda kell figyelnem az átlagomra. Rendben van. Szia, Janka, így van, ide értél már. Hiányoltad, hogy nem csinálsz fanartot, vald be. Már amúgy hiányoztatok nagyon. Na, de el lehet szállítózni? Vörös hát, fokra szállítózni. Kell egy bizonyos szint majd, azt tudom. Ezek a nyomok egyáltalán nem néznek ki úgy, mint a járőr lovak nyomai. 5 XP, hallod? Ó, és addig itt egyedül látszódok. Én jól vagyok, meg vagyok, mert nagyon unom az online oktatás, mert nagyon rossz, hogy régen láttam a barátaimat. Hát elhiszem, nekünk is, képzeljétek, annyira, nem tudom, én rendesen rosszul érzem magam, hogy nem találkozom a kollégáimmal. De tényleg. Hát én annyira azzal nem, mert végül is beszélgettünk. Tehát, hogy az egyik kollégám sokszor felhívott. Engem meg senki nem hívott fel. Na jó, de kérdezgettek róla, hogy mi van vele. Na látod. Döglöm. Ó, őrzik-e? Megnézzük, Gabriela. Hogy őrzik-e. Se hún, semmi. Na, igen, már hiányzott a társaság, meg a fanart készítés. Ott a őrzik-e? Én valorantozom, meg forgászozom, a Fortnite-t akár egy hónapja nem játszottam, mert nagyon el... Na gyerekek, aki nagy Nazdani fan, az érteni fogja, hogy ózik-e. Miért? Aki nagy Nazdani fan, írja le, mire mondtam, hogy ózik-e. Ezek a nyomok egyáltalán nem néznek ki úgy, mint a járőr lovak nyomai. Mivel az egy győz? Az egy győz! Kövessük! Az egy győz! Hát de most komolyan! Végre ugyanott adok. Én elkezdtem vezetni, most
már jogsival egyszer metinesztem. Ja nem, bocsánat, rosszul mondtam. Bocsánat, nem Ózike, Kózike. Bocs. Kózike. Követni kell vele, én lemaradtam. Én is, mert ott flangál, ott riszálja a popóját, ott nyomassa a valaktáncot. Miket mondasz te? A gyepes farkú táncot. Gyepes farkú? Gyepes mód, oda néz, hogy néz ki. Ne. Őzike, megiszod a vizet? Értem. Vakőzi. Kell még egy közös fotó. Azt akarja, hogy segítsek neki, köszönjük szépen. Videóban Ádika mondta. Így van, hogy Kózike nem bírta kimondani, hogy Őzike. Ne. És nagyon pici hogy volt, és kózikéze. Köszönjük szépen, most már jobban. Miért vezetett? Hát ez fergetegés lett. Miért vezetett minket ide? Azt hiszem, azt akarja, hogy segíts. Hallod, 25 XP? Ott el az nem eltűnt. Ehhez a tevékenységhez le kell szánod a lóró. Na Emi, ez tök jól hangzik. És mit fogsz tanulni, vagy mit tanulni? Téldre az urad elé! Így van. Hallod? Azt a mindenit! Én meg vagyok felszokkedott, te itthon vagyok. Jobbulást neked, Bogi. Kövessük ezt az ösvényt. De jól néz ki. Hát köve. Ja! Nehogy ló nélkül menjen, elindultam ló nélkül. Hát de írta a ló nevét. És köszönöm, nagyon sokan írtátok, hogy megvártátok velünk a frissítést. Például Bea is, úgyhogy remélem, hogy nem okozunk csalódást nektek. Szít fel, benyem a sok vizet! Ó, de rohadt jól néz ki! Ne már, hogy egész frissítésben benne lesz megint ez a rohadt csík. Nekem semmi csíkom nincs, nem tudom, mit pattogsz. Az, hogy néha megjelenik ez a izé, és ilyenkor nem tud semmi. Nyugodtan jelölhettek barátba, így van, mindjárt visszaigazolom. Elfelejtettem írni, de azt akartam mondani, hogy én elvezem az online oktatást, mert kevesebbet kell beszélnem a tanáraimmal. Egy igazi antiszoc válaszát. Szia, Őzike. Kész. Dévnek ennyi volt a frissítés. Szia, Őzike. Hallod? A tasakos ló. A izé. Tasakos. A kosaras ló. Várja, mit valamilyen leves. Kosaras ló. Saló. Salom, alom! Laza egy órása feli. Salom! A szuper csetet bevasalom! Ne. Tessék küldeni, srácok! Nem vesztetek sokat, full bagos volt, nem lehetett bemenni, tiltott zónát dobott be, és most is van bagos küldi. Ú, de jól néz ki! Semmi. Hát én nem tudok mire koncentrálni. Kit Ketijért visszaigazolom. Ő volt még, aki akart barátom lenni. Kit Ketijért. Kit-ket. Ha kell egy kis finomság. Vagy nem tudom, mi szokott lenni. Szerintem nem ez a szlogen. Rosemary, gyere ide, azt hittem az egy tehén. Nyihog. Nyihaha. Mondá a ló. Köszönjük. Hallod, hirtelen megszaporodtunk, mint a nyulak. Igen. Megkezdett hírneved építését a vaderdői erdész lovak akármilyen rákos fenéjébe. Mennyire cuki már az a csikó! Nézd már oda! Hiányzott már ilyen a sikítása a fülembe. Mármint. Igen, ez egy picit másként hangzott szíven. Elnézést. Ó, az erdész lova. Furcsa szörtelen mókussal a hátadon. Mi? De még el se kezdtem olvasni. Beleálltál. Beleállt, Jana! Jaj, elnézést. Nem tudok tovább menni, bocsánat. Üdv, mi a mókus van azzal a furcsa szörtelen mókussal a hátadon? Kicsit túl nagy ahhoz, hogy mókus legyen, nem? Beszél a ló? Igen. Ismerkedj meg az erdő lakóival. Ismerkedünk. Én vagyok a kismarám. Na, akkor ez te vagy. De milyen udvariatlan vagyok. Engem Rosemary-nek hívnak ezek a kicsikék meg. Sapling és Sprout. Üdvözlünk a vaderdőbe. Itt lakik a három jorviki őslóménes. Hosszú ideje egyek. Azt mondom, itt lakik a három kismalac. Hosszú ideje egyek voltunk, de a generációkon... Tartó veszekedés. De gani vagy. Szétválasztod minket. Most külön élünk egymástól, saját külön kultúrával és hittel, csikókkal együtt, az erdész méneshez tartozom helye, sok veszekedés miatt külön élünk. Hanem menjél ma innen visszafelé! Teló! Teló! Szia ügyvéd úr, Zsolt barát! Szia Zsolt barát, mi? Ez honnan jött? Mélyről. Mélyből főzik. Köszönjük barátságos fogadtatást! Ti beszéltek? Én azt nyomom, hát a lovamhoz, vagy hozzám?
Ha! Várjál, de mit nyomtál? A beszélteket. Jó, akkor én ezért... Várjál. Másikat. Ha a mókus megszólalt, várjuk csak te mókus. Ha mókus vagyok! Mókusnak nézek ki! Elég van nagy farkam, amivel csapkodok a fák tete... és ugrabugrálok és makkot eszek? Nem mókus vagy, hanem... EMBER! Jaj, gyerekek, ez már kinek hiányzik? Nekem! Nekem, de... Mi az az ember?! De cukik? Hát én megőrülök, milyen cukik? Lenézés, egy szőrtelen mókusz farok nélkül! Ő farok nélkül, ne ragadj le a részleteket! Te vagy ez a ló. Elnézést, hogy így meglepődünk, de a fajtáddal nem találkoztunk sokszor. Errefelé már kezdtük azt hinni, hogy mitikus teremtmények vagytok. Az vagyok, egy minotaurusz. Na. Hosszú lábú, öt csúcsos patájú és háromfejű szerzet. Várjál! Hosszú lábam van, stimmel. Öt csúcsos patám, hagyjuk. Három fejem van. Nincs. Majdnem. De milyen cukik már ezek a csikók? Hát én megőrülök. Chaplin! Nem beszélünk a látogatókkal. A csikóknak még nem mindig megy az udvariasság, ahogy látod. Na most olvassuk fel az enyémet! A lovomhoz vagy hozzám beszélsz? Ha a mókus megszólalt? Nem... Ugyanaz. Na. Hogy hívnak titeket? Eni vagyok, ez meg itt Fairness Secret. Kicsit az orzsalónai. Nézd már, hogy empereg a disznaj! Jaj, de cuki! Feküdj! Sapling used rollout. Oda néz. Mi hol állítottad? Ne! Megvakarja a... hasát. A hasát, igen. Dave csodálkozik, hogy miért beteg. Ne, mai Insta story után ez a sikítás semmi. Jaj. Ne. Te vagy. Elpereg a Disney. Hát de azt csináljak. Nos, örülök a találkozásnak, Fan Secret és Annie. És de még értesz is minket, olyan lehetsz, mint az öreg szakálas. A télapó! Nem, szerintem azért. Santa Claus téged utál. Santa Claus téged jó, utál. Na, igen. És én ezzel voltam összezárva, hát aki. Te vagy. Biztosan egészen a szürke világból utaztatok ide, tudod, a vaderdőn kívülről van egy barátom, aki elment egyszer oda, beérte az égbe nyúló tömböket, és végtelen szürke és kőösvényeket érdekes helynek tűnik. Kőösvény! Szia Harriet! Olyan cukink, mint a kiskutyák a pacik. Igen. Te vagy. Nézzétek meg a Global Boltot. Megfogjuk, te vagy. Úgy látszik, bízhatunk benned, ha a Lignos... az a szarvas lenne. Hát egész gondolom. Ide, eddig elkísér. Velünk is vagy a fingszavon. Nem, hogy idegenekkel. De még nem tudom, mit lát benned emberben. Ne degradáljál le, te ló, mert rád ülök, azt leszakadsz. Halidori. Ne. Szia, Anna Mária. Ez a nyihogó völgy, ez a föld erdészméneshez tartozik. És rohangálunk szabadon, és élvezzük az életünket. Hakuna Matata. Nekem csak egy kérdésem. Ne roncs már. Nem, bocsánat, nekem csak egy kérdésem van. Hogy a vérbe szedi le magáról a kosarat? Sehogy. Vagy mi még történik? Egyszer. Hakuna Matata. Ez a nyihogó hölgy. Hakuna Matata. Gondoltam egy kosár. Nyiha. Jó, menjünk tovább. Nyiha. Köszönjük. Nyiha. Szabadon élvezzük mindig ilyen. Jaj, nem sokat. Ma... Ezt ünnepeltük a szünnepját február 8-án a 18 éves. Isten értesse sokáig. Gyertek ugyanakon. Nyugodtan. Ma... Az. Ma az. Egész erdőben gyűjtögettünk. Szép széges, drága szág! Ez a smiagon lóba more. Azokról tanultunk. Aszokról. Hallod? Ez úgy ír, mint a vidékiek. Esküszöm nektek. Hallod? Radics Peti meríthet. Akkor te többször. Igen, el kell mondanunk, hogy egy ismerősünk ismerőse a többszört úgy írta le, hogy többször. P-vel. Ne legyetek olyanok, mint az ismerősünk ismerőse. Így igaz, kis virágszírmom, de már mondtam, hogy nem szabad megenni a virágokat, mert fájni fog a focikád. Menj, Eni, mutatkozz be a ménes többi tagjának. Nem harapunk. Kivéve a mókusok. Sapling, mit mondtam? Neked másokról való fecsegésről. Mindegy, a vizen túl található üstökfalu. A üstökfalatják. Ahol három ménes él,
és kereskedik viszonylagos harmóniában a többi méres, nagyon különbözik az erdész lovaktól, de sok szempontból ugyanolyanok vagyunk lovak, hogy ezért, ez azért van, mert egy valami összeköt minket az őrszemfa. Na ez, ami mehetkezik, nagyon sok már. A hatalmas fa vaderdő szívében el sem lehet téveszteni. És ez a gyökér hogyan nőtt rá? Figyelsz! Hallod? Zebra vagyok! De jó zene van! Nekem meg belaggolt is. Kumbaya! Hú, de rohadt jól nézel ki azzal a fejdísze! Hallod? Most köszönöm, ja, hogy bebugatod. Megjött a pankráló! Vagy pankráló tor. Torló. Es! Es! Szia, Es! Hol van Pikachu? Jaj, né! Ez meg itt. Ez a meg itt. Harcosoknak a izin. Egy betört hátas, meg az embere. Inkább menjetek vissza az istállótokba, aztán rákcsaljátok száraz füvet. Mi itt gyeplő nélkül szabadon nyargalunk, és figyelmeztettelek! Sajnos, Alexandra, nem tudunk átmenni, most ezt a küldést csináljuk. Igen. Szia! Ilyen üdvözlünk! Szia, Lima Pipa! Szia! Üdvözlünk újra itt! Én is fogok live-olni a frissítésről. Na, tök szuper! Jó. És üdvözlünk mindenkit! Miatt ez csak a ménes érdekeit nézi, a harcosokhoz tartozik. Gondoltam. És az a ménes újonnan érkezőkkel kicsit hűvösen viselkedhet. Biztos vagyok benne, hogy megbékül. Igen, Es meg az ő ménese durvák mindig széttipolják a virágágyásainkat. A gyagya versenyeikkel! Gyagya! A gyagya verseny! Lóxp-t érzek! És mielőtt tovább megyünk, megkérlek, hogy hozz nekem a kólát, kérlek, mert már nagyon... Hozz nekem a kólát! Kérlek, és Instagramon leköptöd, említsétek meg sztoriba, hogy megy a live. Köszönjük szépen, hogy Tyra Cat Cloud is tette. Nagyon szuper ja, vagy. Nem felejtetted el, hogy mindig azt szoktuk csinálni, hogy a live elején megosszuk azt, hogy minél több mongúftához eljusson. 48 like, 1 dislike, köszönjük szépen. Mindjárt folytatjuk. Srácok, megkaptam a Sims 4-et, de jó. És kiegészítőkkel vagy anélkül egyelőre, Liba Pipa. Jó játékot. Szia, Natko. Eléggé régen nem voltam már live-hukban. Hát mi se voltunk, Linda, mert betegek voltunk, ugye covidosok. Holnap lesz egy videó. Vagy hónap után, franc se tudja. Valamelyik nap lesz egy videó, hogy hogy éltük át a covidozást. Azt mondtad, franc se tudja. Igen. Én is szeretnék elkezdeni live-olni, videózni, csak vacillálok, hogy Twitch-en vagy YouTube-on. Twitch-en hamarabb lecseszik a csatornád, azt most megmondom. És Twitch-en őszinte leszek veled, Krisz, nem fogják annyira emberszámba nézni szerintem a gyerek tartalomgyártót, de ez ízlések és pofonok, nem merem biztosra mondani. YouTube-on hamarabb elfogadóbb gyerek közönség is van, aki elfogadja, hogy az ő korosztálya videózik. Lucának köszönöm a jelölést. Most tudtok barátba jelölni Alexandra Blueberrymore, Dorin Goldfish. Azt tud bejelölni barátba, aki itt van. Még elvileg van helyen. Mindjárt kimegyünk. Szia, Erzsébet. Folytatjuk tovább. Inkább a YouTube. Nem bírnak bejelölni bariba. Mindegy is, ne hagyd, hogy Es botorsága elrontsa a napodat. Menj, ismerd meg az erdészménes többi tagjait. Ez nem mindenki. Szétszórodva élünk ebben a csodás erdőben. Na, most próbáljatok bejelölni. Mindjárt folytatjuk a küldit, gyertek ide a vergődőlóra. Azt látjadok róla, de hát ez nem hiszem. És most nyugodtan lehet jelölni, meg beállni egy képre, na. Imádom az új szetteket, meg fogjuk nézni, Juli. És ez egész nap ott fog vergődni amúgy? Egész nap, egy életen át ott fog vergődni. Ezt egy életen át kell vergődni! Köszönjük. Lehet, hogy csak bólhás. Rendben, gondolkozok rajta, csak mennem kell jól elvett. Szia, Krisztián, köszönjük, szia, hogy rendben. Voltál. Lehet, hogy csak bólhás. Lehetséges. Na jó, akkor folytassuk is, ha már senki nem jött. Jó szórakozás, amikor a többiekkel találkozol, gyere vissza ide hozzánk, amikor végeztél. Oké. Okay. Hát szerintem most én 2 órát fogunk live-olni, hát megcsináljuk. Vagy többet, attól függ, hogy leszünk. Meglátjuk, hogy hogyan lesz energiánk. Na, nézzük akkor a vidám társaságot. Húha, de szép az a ház. Te merre mentél? Egyenes, de szép ló vagy-e? Rágjam meg a tüdőd.
De szép. Inkább ne. Legyen ez az otthonom. Hallod, oda nézzél már. Nekem kell ez a ház. Én minek istálló, kiköltözök ide. A de mocsárba. Beázott a padló. Ó, de cuki. Spa tulajdonos. Hallod? A spa tulajdonos. Spa, kis aranyom, spa. Azt nézd meg, be van ázva. Beázott a tető. Nem, hát puta, ez egy spa. Jó van, szevasz. Na. Névet idézni nem lesz hosszú lesz. Annyira. Ejjjj, édeském nyihá! A töredezett patáidból meg vad zabolázatlan sörényedből ítélve hatalmas szükséged van egy wellness kezelésre, hallod? Szerencsédre épp a legjobb helyre jöttél, üdvözöllek a pazarpata spában. Spá. Ja, majdnem spárt olvastam. Én magam alapítottam, én vezettem. És én lennék a tulajdonos, hallod? Na de adót fizetele. Ez az. De térjünk vissza a kezelésedhez. Tehát akkor lesz egy patafürdő, egy mély kondicionáló sörénykezelés, majd végül egy sárdagonya. Ki kér ebből, gyerekek, kezeket fel? Kérek. És mivel látom, hogy új vagy erre felé, kupon nem adsz. Különleges kedvezményt adok neked. Az egész VIP csomagot 3 virágért megkaphatod szokásos 6 helyet, ti pedig a szokásos semmi helyet, szupercsettel, szupermatricával és tagsággal tudtok támogatni csak most, csak itt, ebbe a live-ba, ott jelölj a kis dollár jellel, köszi szépen. Én mindenkit visszajelök, ha ki bejelöl. Na, olyan azt szerinted, kinek van ma névnapja? Neked, Jászmin? Ez komoly? Nem tudom, kérdezzük meg. Megnézem. Mindjárt megnézi. Amúgy engem annyira idegesít, hogy mókusnak neveznek eleinte. Hát, lemókusoznak minket. Nem tudom ki. Julianna és Lilla. Julianna és Lilla, Lillának boldog névnapot. Mi van? 20-valamennyi van te, 24. Alfred. Mátyás. Vagy Géza. Ma van Jászmin is, azt írja Lili. Nekem nem írja nap, de nekem Alfredot ír. Kérsz a sárdagonyára? Bezony! Boldog névnapot. Abszolút. Akar. A Lili Jászminjának most sértegetsz minket? Jászminnak. Igen, abszolút, nekem kell a wellness. Jó veled beszélgetni, de a fizető vendégeimnek most már szükségük van forró köves masszázsukra. Azt hogy csinálja meg? Sok szerencsét, most mindennel én ezt látni akarom. Ezt látni de kell akarom. Neki majd 3 virág. Na, Dorota Star Knight. Elfogadtuk. Linda Lightning Shield. Szia. Jók ezek a wellnessek. Na, nézzük meg a másik 2 emberkét, embert, már én sem vagyok százas lovat. Szóljon egy szívecske a névnaposoknak és születésnaposoknak. Szóljon egy szívecske. Köszönjük szépen. Merre mentél arra? Ide. Juniper! Azt tudod, mit jelent? Nem. Borókát jelent. Boróka, moróka, foróka, koróka. Szevasz. Jaj, de cuki vagy! Na, de ki vagy? Ásikó, eddig a wellnessezés engem vonz. Egy magányos vándor és emberi társa. Gyertek, üdvözöljétek! Üdvözöljétek! Üdvözöljétek Junipert! Legszívélyesebb üdvözlet nektek! Fern Secret és Annie. És micsoda remek nap arra, hogy kettőtökkel találkozzon. Oké, ez egy ilyen hippiló lesz. A madarak dalolnak, szia, a virágoznak, a szeretet van a levegőben, horkan. De várj csak! Fel kell tennem egy kérdést, jól gondold meg a válaszodat, mert sokat elárul a karakteredről. Mi a kedvenc virágod? Hát látom, neked a büröske azon a sörényed. Mindegy csak színes legyen, éden könnyei, allergiás vagyok a világokra. Én azt mondom, hogy allergiás vagyok a világokra. Jó, én azt, hogy éden könnyei. Allergiás a világokra, hát van olyan hű, ha azt hiszem jobb lenne, ha a többi ménessel töltenéd az időt, jobban érenél a harcosok közé. A ki vagy tagadva? Fazéktöréssel, meg a dobon ugrálással, ha oda mész, köszöntenéd Rokkót a nevemben? Lehetetlen nem észrevenni. Éden könnyei miért sír? Csak nem szomorú. Ja. A virágoknak nem szabadna lelombozniuk senkit. Illatosak és színesek, és boldoggá mindegy kell, hogy tegyenek. Éden bizonyosan nem volt boldogtalan, amikor életet lehelt ebbe a gyönyörű erdőbe. Mondta a ló. Szia, senki nánya! Szia, üdvözlünk mindenkit! És Mongufta Hortens. Jó, befejeztem. Na most már úgy érzem, jobban ismerlek, mint saját magamat.
A nagyapám mindig azt mondta, hogy virágokkal kapcsolatos érzéseink többet elárulnak rólunk, mint bármi más. Van egy barátnőm, akinek semmilyen virága nem marad életbe, megölje az összeset, akkor róla ez mit árul el? Fenszinkret. Hagyjál! Na. Köszönjük. Menjünk át a barbár lovakhoz majd. Ú, de szépek ezek a gombák. Melyik hangokat hagyakol. De szépek ezek a gombák, ettől jön vidám ez a ló. Begombázott, én tudom. Na nézzük meg a barbárlót. Itt van az a ló, aki nekem volt. Hol? Oh. Te hol a rákomba mész? Itt. Oldalrább még. Kimentél arra? Aha. Na várjatok. Szia, fahéjas csíga! Mi lesz nálatok a vacsinálunk pizza? Nem tudjuk még. Lehet, hogy nem is fogunk vacsizni. Gyümölcslevest csinált, majd... Jana. Megesszük azt? Aha, meg popcorn teszünk majd. Putika, te hova mész? Hát a... Majdnem csúnyát mondtam. Erre gyalogol! Nézd már! Jó, de most nem is azt látják. Babám, te hova a fenébe mentél? Azt mondtad, kijöttél ide. Ott a kettő út kereszteződésénél, ott ide. Feljebb még. Aha, igen. Oda. Ó! Oda nézd a mintázatos vadállat. Szia, kisa! Szia, kisa! Disznók vagyunk. Legyetek ti is, mongufta disznók. Disznaj. De szép ez a háj. De szép ez a háj! Ez a hely! Jaj, nem mutattad meg a karkötőd. Mondtam, hogy az első live-ba felveszem az ajándék karkötőt, amit ne kaptunk a Dark Bananasos Bogitól. Igen. Na, káposztát! Mi ez az alpárisság? Hol van az a káposzta? Itt, hallod? Mint Fortnite-ba, felszedem, aztán behílelem magam. Hol? Nem láttam. A lónál! De én nem láttam, hol van? Hát itt! Mit bejössz, igen. És itt balra, a lótó balra. Ó, nézd ide, ilyen izék vannak itt, köcsögök. Sziasztok, köcsögök! Puta. Na! Ja, és ő is, nézd már, meg megszerezte a karácsonyi szedből. Nézd, itt meg tökök. Itt tökölünk. Tökló. És akkor nézzük meg a barbár lovat. Nem, azt mondom, hogy megszerezte az izét. Megszerezte a... De majd utána szétnézünk, de most már barbár ló. Szia, Bogi! Szia, Szelma! Ez a szó! Mikor ettünk utána a pizzát? És Lili Eged. Milyen tegnap. Szép farka van már annak a lónak. Nézd meg. Elkapom a farkad. Szegény. Letépem. Akarom mondani. Itt vagyok, csak közben van időn, és kinyitottam tétel kilógatásban hívások keresztül. Oké. Okay. Köszönjük. De még nem találkoztunk a büdös barbár lovakkal. De ne, ezt nézzük meg! Először, de jó, hát no. De addig a többiek nem fognak látszódni, de akkor önzőzzük el. De mit csináljunk akkor? Ez hiányzott jó kedv, viccelődési vezet titeket, de cuki vagy? Hát, I love you, baby! Ez ma egy csodás nap, minden a régi, majdnem. Na, nézzük akkor. Adjuk le először. Jó, oké. Okay. Mert utána a többiek is látszódhatnak. Répa! Oda néz a répa föld. Szia Nora, Ant Valley. Szia. És szia Selma, ez az, szia Bogi! Egy fényes új arc ebben a vénséges erdőben. Üdvtől, kérlek. Üdv, kérsz egy csészebolt. Bot és levél teát? Fúj! A bókusok kizárólag a legjobb nyiradékokat gyűjtik össze a főzőtetet. Ki kér nyiradékot? Te nyiradék. biztosítok, hogy nem csalódsz majd benne. A becses nevem Krabaple. Krabaple. Nem látszik, de én vagyok a ménes legidősebb tagja. De látszik, mert ősz vagy. Hazudol. Tudom, jól nézek lopol, ki a koromhoz csalol, képest. Próbálom átadni ménesünk minden tudását a fiataloknak. Történelmünket. Van valami, amit szeretnél megtudni az erdészlovakról? Mit csinálnak az erdészlovak? Na, vagy én más nyomok. Jó. Hát mit csinálnának? Hát mit csinálnának? Az egyetlen dolgot, amit csinál. Ha a haderdő szépségét élvezzük, haj, de nem, még többet tudtunk a területen ősromos növényekről, sajnos a hagyomány nagy rész idő homályába vesztek. Elmondta, hogy mindent átadtunk. Most melyik az igaz? Hazudik. Mondom, rapol, csaló, hazudol.
De most hol voltak a barbár lovak? Várj, milyen régóta élnek itt az erdészlovak, vagy mit gondolsz a többi ménes velejém? Nézd, ez meg itt vemhes, itten puta, szül. Puta, melyiket nyomjam meg? De szép házad van! Elveszem. Ez nincs beázva. Na. De gyönyörű mit mor. Gondolsz a többi ménesről? Rég nem, még nem találkoztam a többi ménessel. Ott vannak a misztikusok, ők aztán milyen spirituális népség, a harcosok, ők úgy szétszúznak maguk körül a nagy fazéktörésekben. Mi ez a fazéktörés? Ezt akarom majd csinálni. Nézd, de van málnája meg gomba. Varázsgomba, azért ilyen vidám, hallod. Hófehérkét is begombázta. Úgyhogy máshogy viselkednek, mint mindannyian osztozunk a falun, úgyhogy fontos, hogy tisztelettel viseltessünk. De hol vannak a barbár lovak? Barbár mackók, azt is a kedvencem. Jaj, nézzük meg, mik ezek! A mi macikban ott a tökló. Hallod? Vízesés őrzője. Természetjáró farokvirág. Ez kell nekem. Farokdísz a lovamra. Lókoszorú fejdísz. Farokvirág. Természetjáró nyereg. Természetjáró alátét. Boszal. Természet fejpánt. Majd eldöntöm, melyik csapatba fogok tartozni. Lehet, hogy nem a természeteshez. De várjunk, ha ezek a lovak hogy tudnak építeni meg főzni patával, amúgy engem is ez érdekel. Meg hogy veszik le, hogy... Nem atanultunk Toriban a barbárokra. Szia, Dorina! De... Most már nézzük át akkor a többi üzletet is. Ez volt a tökös üzlet? Igen. Na, nézzük meg itt a fenti üzletsorokat. Ott a szállító, nem? Itt fönt. Ó, itt kaját tudsz venni. Ki gondolta volna, répásló. Pinát. Répás nyuszi. Az erdő kincsei. Na, ruha. Oppá. Ja, itt van a de sok ruha, hallod. Tehát van ez a... Lehet estét költeni? Van ez az erdész, ez az virágos... De mutassad már a szegény nézőknek. Világos, erdős kalap, tunika zölddel, ez nem rossz, nem rossz amúgy. Aztán van a kék, a misztikus lélek, én szerintem misztikus lélek leszek, nem biztos, de lehet. Hát ezt nem hiszem el. És ez meg a barbár szett? Harcos büszkeség sapka. Hát a... Jana most látta meg, most látta meg a szetteket. Ne is 10 000 éjes az összes. Ezt SC-ből fogom venni, azt most megmondom, mert mind kegyetlen drága. Ne, azt sem tudom, le vagyok égve. Én szerintem a kék leszek, hallod? Én szerintem egyiket sem tudom megvenni. Még nincs már annyi SC-t. 2000 éjesen van. Hogy SC-d? Az sincs sok. Ó, nem akkor van. Következő dupláig várni kell. Nem, szerintem de amúgy... Jöhet mindenki CM-re. Hát ez nagyon jó. Hát én egyelőre a misztikusok mellé állok. Nekem is azt tetszik. Meg az, az X-es, az is jól néz ki. Melyik? Ez a barbás. XXL. Harcos büszkeség. Amúgy ez rendesen jól van néz ki. Van 3 kód, amiből egyet lehet beváltani, tudtátok? A 3 kaszt. Micsoda? Ne. Akkor egyiket ingyen megveheted? Ez hogy van az az el? Mesélj gyorsan! Egyik sapit be lehet váltani kódból is. Barbár lovak kifosztották az erdőt. Én warrior vagyok. Aha. Na még ezt majd megálmodom. Nekem is, de ó, amúgy a másik is tetszik nagyon, de az nem tudom azokon. Nézd csak, hogyha itt rárakjuk magunkra. Rárakjuk magunkra. Tehát így néz nekik konkrétan a kék szettel. Vele én is megnézem. Wow. De csak egyet válthatsz be a háromból. Ne. De hogy lehet ingyen? Kóddal, szerelmem. A kódokat majd küldjétek már rá. Ez a kék, ez mennyire jó. Nézd oda, itt a kék szett. De nem az ember érdekel, a ló érdekel. Ja, és a barbár szett? De jó. Ez se rossz, de mondjuk indokolatlan a felső. Azt nekem sem, nem értem, hogy a kalap az miért ilyen. Usánka. Azt én sem. Barbár vagyok, orosz. És hogyha Dave eltrollkodja az egészet? Aj, na, köszönöm szépen. Az a kék sapka, misztik. Ó, értem. Szerintem, hogy oda hallottam, hogy ennyi. Igen, így van. Oda nézzé.
Így is jó! Mind három vagyok egyben, na! Nagyon jó! Harcos kalap Warrior, Erdés sapka Forester. Nekem a harcosok ruhája tetszik a legjobban, de a misztikusok többi szettje sztoriba... Mi sztoria jobban bejön, ja, értem? De egyet válthatsz be! De hol? Szerelmem, ahol a kódokat beváltod. Ja, de többit meg akarom, megveszem mindet. Hát, annyira sok eszéd van, akkor hajrá! Hát, akinek jó megy, jó nekem van. A 3000, köszönjük. Nem tetszik a 3 az egyben gyönyörű... Ó, csak a kalapokat lehet. Alkotásom. Nem már, láttam. Oda nézni, de amúgy ez a ruha meg rohadt jól néz ki. Hát nekem nagyon nem tetszik. Olyan, tudod, hogy néz olyan. Ki, mint az Abba musicalben, soha ne kormány. Nekem az ez a megy fáról lemászok, hogy egy-egy lovat... Vegyek. Vegyek. Hogy lehetek tag? Szia, Lilla Eged, kérlek szépen, gyorsan megmutatjuk, addig álljunk össze egy szép képre itt a szép helyen. A szép helyen, köszönöm. Itt tenni a gyönyörű csúnya fognál. Ez hol van? Itt lesznek a barbárok följebb, csak úgy mondom. Ó, gyertek ide. Magukat. Én meg addig megmutatom nektek YouTube-on. Ó, látom a káposztákat. Hallod? Ha Janának megnyílt a világ. Na, tehát úgy tudtok tagok lenni, hogy megy a live-unk, benyomod, hogy csatlakozás, vagy pedig lent a kis dollárjelet, van 200 forintos tagságunk, 400, 800, 1000 és 1004, olvasd el, hogy melyikhez mi jár. És akkor... Hivatásos mongufta vagyok. Nem te, ő olvas el, és itt tudtok csatlakozni, és ugyanígy tudtok minket támogatni például, hogy benyomod a dollárjelet, Supers Matrica, Supers Matrica, vagy Superchattel, és itt is itt a csatlakozás, hogyha így nézed, és így már ide is tudsz jönni. Na. Az mi volt az a mesztelen csaj? Reklám, MMORPG. Na. Szia, Ebi! Nekem 8000 így, álljunk ide szépen. Az igen, nagyon nézd jó. Nézd meg, pénzkunyerel, és még flexel is mennyire van. És tényleg, hogy nem sül le a pofádról a bőr. Dehogy nem már sül! Szia, Fruzsi! Szia, Fruzsi! Mi azt hallottátok, hogy Mati élet kirépett az eszó? És nem kunyerel... Azt se tudtam eddig de sem, hogy kisod összegénket. Nem kunyerel pénzt, hanem csak mondta, hogy van támogatási lehetőség. Volt egy hajszál a igen. Hallottuk Matildát, és meg is néztük a videót. Nagyon-nagyon szomorúak vagyunk. Még kell gúnyolódni a nehéz légzésemen. És itt lesznek fönn a barbárok. És várjál, még azt elmesélem, hogy Dave segített felvenni a videómat, a vlogomat, ha még nem láttátok, nézzük. Ó, ide jó a barbár kunyhó! Ott a szívecskés madár. De az a szívecske az egy kicsikét így... Nem illik ide a barbár! Ha milyen barbár vagy te? Te tudod mi vagy? Kultúrbarbár! Az vagy! Én egy barbár vagyok! Pipa harcosok boltja! Jézus! Ó, anyád! Akarom mondani! Tudom! Hát nem látszik szerintem semmi. Szerintem nem lehet rárakni. Szerintem csak az ilyen nagyfejű lovakra lehet rakni. De nekem ez... Mutassad már! Nem lehet. Nem lehet. Ezt mihez lehet rakni? Csak a nagy fejűekre lehet. De megnézem az enyében is az angolom. Akkor harcosok, elnézést! Azaz el. De mit mondtál? Barbár. Azok a gumivacik. Igen. Összekeverte. És nekem mi... se lehet, nekem se engedi rá. Nézd, de rá van fújva. Ja. A minta. Ott kell meglőni. Becélozzák. De sokára popód. Mint egy My Little Pony. Szerintem csak őslovak lehet tenni, igen, nekem kell az a szett. Igen. Nagyon jók a mostani szettek! Barbárok! Nekem ezek barbárok! Jaj, puta! Na mutasd a fejed! Tudod, hol járnak szórakozni? A barbárban! Oda néz, ő barberhez! De, basszus, ez egy kicsikét ijesztő, miket öltek ezek meg? Nézd oda! Túl kuk van? Nézd meg a kis mókust! De mit majd én szed... Nézd, majd én szedem az adót! De mitől van ennyi tulkuk? Honnan szereztek ennyi tulkot? Nem látom, hogy hol vagyom úgy. Itt fönn, te! Ja, az csak ott, akkor lehet megvenni, ha a harcosokat választod elvileg. De muszáj lesz választani! Ne. Jó, még itt is van valami. Igen, Heidrun. Gyerekek, én mennyi mindent megtudtam a Heidrunról. Na, micsodát?
Itt hogy áldozunk fel engem. Jól. Köszönöm, én nekem nagyon jó. Miért pont barbár? A köcsögök közt feláldozhatunk nem. valakit. Inkább ezt hagyjuk, ezt feláldozhatjuk. Hirdetlenül eset lehet megvenni, végén kapsz kék feliket. Ó! Ja, hogy akkor lehet majd. Ó, tényleg, ez a masz csak engem emlékeztet Cubone-ra a Pokémon-ból? Lily Pearl Montaigne. Nem, Montaigne. És tényleg. Bejelölt. És tényleg olyan, mint Cubone. És tényleg olyan. Nem áldozunk fel. Nem áldozunk fel. Jó. Megtagadták. Fogdába vele, parancs megtagadás. Tényleg kicsit Cubone-os. De nekem lehet, hogy nem egyes lóval kellett volna jönnöm. Adjuk már le a küldit, hogy hogy folytatódik úgy egyébként. Gyerekek, már. Nekem ez a frissítés, ma csillagos ezres. Köszönjük. Csillagos ezres. Kifirkált ezt a pénzed. Csillagos Mátyás király. Köszönjük. Heidrun norvég mitológiában Valhalla tetején legelésző kecske. Igen, ez így van. Legelés mézsör folyik a tölgyéből, amivel ellátja a harcosokat. Hát ez nagyon szexin hangzik. Köszönjük az információkat. Állítsd át jobb minőségre. Igen, Lucy Potato-bird vagyok. 1080p-re át lehet állítani a minőséget, csak a telefon gyerek, szereti átállítani. Nem azért vettük ezt a drágokat, hiszen 360-t. Ez az. Úgyhogy tényleg át lehet állítani. A körbejáró pletykák alapján gondolom, mert bemutatkoztál mélyenes néhány tagjának. Csodás. Igen. Hol megkaptuk Junipert? Olvassuk el. Opa! Munka, mókusfordító. Kipkopmező. Megfordítja a mókusokat. Kipkopmező. Na hallod, tudod, és sülnek a mókusok, és megfordítjuk. Csipkebogyó, lekvár, fűzfa, kérgen. Különleges képesség, képes a mókusokkal való communicationre. Nem hobbik, hempergőzés virágos mezőkön, ágak és sövények gyűjtögetése. Sövények. Elolvasod szerintem ezt? Szerintem ezt elírtek, és növényt akarod. Lehet. Leszedi a buxus pokokat, és elviszi. Elképzeltem, hogy elviszi a bokrokat. A kerületgazda nagyon szereteti. Jaj, ne. Juniper álomszerű fényben látja a világot, amikor épp nem a csermelyekben pancsol, Rokkónak ír leveleket a mókusok és ügyes kis mancsai segítségével. Ó! Hallod, levelet ír? De nem mindig volt ilyen, ami azt illeti, mielőtt a harcosok Rokkójával nem találkozott, Juniper nem volt ez a gondtalan ló, mint ma. Rokkó segített neki az új megvilágításban látni a világot, de eddig nem az volt, hogy utálják. És nézd, még itt mindjárt fölfedjük a többit. De most nem az volt, hogy utálják egymást. Mennyi kétszer 10-6-od, 20-6-od? De most nem az volt, hogy utálják egymást. Remélem, most már jobban megérted a ménesünket. Érzékeljük, a természet csermelyben pancsikolunk, élvezzük az életet, erről szól az erdészló. Pancsikoljunk! És ezt adják tovább a gyerekeknek. Átadjuk az összes tudásunkat. Erről arra kell pancsikolni. Bárcsak itt hagyhatnék csapot, papot, és maga én magam mutathatnám meg neked az egész falut, de... Hol az erdő, hupiké? Ott laktak ők az őslovak. Lólulók. Miatt már így is ló halálában rohanok ide-oda. Most már tudod, hogy nem mi vagyunk az egyetlen ménes ebben az erdőben. Folytasd, kérlek. Most már tudod, hogy nem mi vagyunk az egyetlen ménes ebben az erdőben. Még két ménessel osztozunk a vaderdőn, misztikusokkal és a harcosokkal. Barbárokkal elírták. Hibás! Már kicsit megismerted a harcosokat, amikor találkoztál Ash-sel, de jó lenne, ha rendesen bemutatkoznál a többi ménesnek is. Mutatkozz be nekik, ha szeretnél, tudj meg többet egész faluról, azt tanácsolom, misztikusokkal beszélj először. Misztikusok élnek. Ha feliket, akkor lehet hírnevet csinálni. Azt szeretjük. Csipke bogyó legvár, akkor nagyon egészséges lehet. Igen. Misztikusok szia, élnek legközelebb. Szia. Az Ebihal. Ebihal, hol az Ebihal? Ebi! Láp, mocsaras vizéken. Elneveztek róla, és te lehet, ez először Alderrel beszél, misztikusok vényével. Üstökfalú határában találhatod meg. Őrszemfához közel. Sok szerencsét, a misztikusok furcsa egy csapat. Na menjünk misztikuszozni. Júj. Szelma pixi képet pedig visszaigazolom barátnak. Amikor lesz szóval igen, köszönjük. Igen, köszönjük. És csak egyet lehet a háromból beváltani. Ezt is megtudtuk az eltő, úgyhogy köszönöm. Na adjuk le a küldetést.
Amúgy ez nekem nagyon bejön. Nekem megfullad is. A lovam. Még mindig nem vagyok mint víziló. Víziló? Hát az jutott eszembe, mert mi úszik a vizen? Víziló meg krokodil. Hol mondjuk? Meg hattyú. Hattyú. Jaj, nekem. Ő Alder. Köszönjük Lilinek, Lili moderátorunk Monguftának, hogy betette, hogy kék sapka, harcos sapka. Ki gondolta volna, de én a harcos szettet vettem meg. Szerintem én is azt fogom, azt tetszik a legjobb. Én még dilemmázok. Szia Máté! Várjál már meg, mert pisilnem kell. Kicsit várjál. Jó, bocsánat, random buff. Mutatkozz be a misztikusok nagykövetének. Neked is az... Vízhangzok! Biztos. Meg már száll le a köd. Várj egy picit. Megvárlak. Nekem is azok a tollak tetszenek a legjobban. Várj, gyorsan pisi lett. Siessé, gyorsan pisi! Gyorsan. Nem hiszem el ezt a nőt. Úgy szeretem. Aha, és a képet is átküldtem, Mirtil. Köszönöm. Majd mindjárt bemutatjuk nektek, hogy érthetőbb legyen. És Instagramon osszátok meg, hogy megy a live. Köszi, köszi. Nya! Azt jelenti... Én imádom ezt a küldetést. Én már megköszöntem Azazelnek. Én félek, ha megveszem a harcos szettet, nem lehet a misztikust. Én szeretném mindet! Az SSO-nak írjunk egy kérvényt, hogy Dave, mindet szeretném, mert telhetetlen büdös csíra. És nekem mind kell. Én nem ismerek olyat, hogy csak egyet. Úgyhogy nekem mindegyik kell. Na, és a lényeg, gyerekek. Amit én most mutatok nektek a kijelzőn. Na! Így néz ki ugye a három kód, meg a hozzá tartozó set kép a fej díszről. Vagy sapkáról. Most már itt vagyok. Szia Zsolt! Ez még nem megy. Tehát, vásd be az egyik ajándékot március 9-ig. Lehet a Forester kalap. Warrior... Ez nem sapka. Tetszik. És a Mystic sapka. És hogyha még nem követtél, betessék bekövetni. Uta! A statiszta ügynökség, meg is, meg a Pokégóban is van misztik. Is, akkor legyen ebben is misztikes. De én nem misztikes vagyok. Team Instinct vagyok Pokégóban. Ja, tényleg a lúzerek csapatában. Aha. Bemutatkoztál már a lónak? Most megvártalak! Ja! Jeanette Blue Flight is üdvözöljük. Nem számítottál. Micsoda? De még meg se nyomtam, mit olvasol? Bocsánat. De szép, remélem, hogy ezt a fejdíszt meg lehet venni. Na, nagyon remélem. Az őrszem fényével. Kíséri az új jövővény, nyerje a szent... Mi van? Járja a szent földünket a misztikusok. Üdvözölnek mondja mindenket. Bonifát. Jaj. Annie és Fan Secret. Igen, tudom, a neveteket láttam, hisz Éden fénye láttam, hogy sok áldott meg érkezésetekről. Gyertek vagyok, nyugodtan. A misztikusok vénye. Szia, te vénló! Vénye! Köszönöm. Milyen arcot vágtál? Azt hitted, hogy médium vagyok, mi? Nem csak olyan éles a szemem, mint zöldfű Csikónak, én még a fülem is épp olyan jó, a mókusaim is vannak, akik tájékoztatnak minden, hazudik. Ez is! Ez olyan, mint Yoda! Csalik, hazudik! Én vagyok a misztikusok minden. Legidősebb tagja. És majdnem legidősebb ló is az egész erdőben, Krebepő 3 nappal megelőzött, de kétséget kizárólag én vagyok a legbölcsebb. Ez én biztosítom azt, hogy mi misztikusok megőrizzük értékeinket, és ne veszítsük el a fontos dolgokat szem elől. Hoppá! Lili über brutál tag lett, köszönjük szépen! Aki pedig tag, az bármikor tudja módosítani feljebb, köszönjük szépen Lili, a közös nagyon játékot meg fogjuk köszönjük. Beszélni. Ezek a lovak azt már régben vannak, végre tudtommal. Igen, mehetünk tovább. Meg azok a karperecek legyenek már bennekik. A ménesünk alapját, köszönjük szépen, Lili. És tényleg az őrszemfa adja a hatalmas életőr a vaderdő szíve, amikor hosszú évek ezelőtt Éden elültette az őrszemet saját jóságával itatta át, most gyökerei az egész erdőt átitatják és életet adnak minden élőnek. Nekem ez már nagyon sok amúgy ez a... A beszélő lovak? Nem, az egész ilyen... Én kicsi pónim.
Bár csak elvihetnélek a fához, hogy többet meséljek róla, de jelenleg senki nem ül rá a hátamra. Katasztrófával küzdök, találkozz a ménes tagéval, szeretnél többet megtudni róluk. Hallod? Gratulálunk, megkezdted a hírneved építését misztikucsok ménesnél. Misztikucsok! Misztikucsok! A ménes többi tagját innen északra találod, haladj az őrszemfa mellett, és oda találsz majd. Megkezdtem a hírnevet. 10XP-jé hallod, én anyádhoz is oda találok. Már bocsánat. Ne mondnál ilyeneket, ez nagyon csúnya volt. Induljunk el erre. De mutatja a térképe. Gyertek, megyünk a... Hova megyünk? Rossz irányba indultál fölfelé el. Fölfelé kell menni. Hallod? Rossz irányba indultál el. Mert itt hun mész. Fel vitézek a csatára. Nem arra, az nem felfelé van. Hát ez fölfelé volt. Neked meg mi van itten? Ezt még meg se néztem. Hát ezt még meg se néztem. A gombász. Begombászozó. Gombász. Gombász. Milyen pizzát kért? Gombász. Szonkász. Szonkász, kukoricász, gombász. Köszönjük szépen! Jaj, kemény 689 forint, most fáj a szívem, de ha Janával csicskuhatok, akkor megérte. De cuki vagy, Lili, köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! Már fél gombász pizza! Ide nézzék, ez... Leesett! Milyen vagy, igen! Ezek milyen kidőlt fák, vagy sinizék? Láttad? Én itt megyek! Hiába mondod a te képernődön, babám, ne haragudj! Nézd az enyémet! Itt vagyok! De itt kivel beszélek? Aha! Várjál. De olvasd végig, azt írta olvasd Lili. Olvasd végig, de attól még fáj a szívem, igen, smucig alak vagyok. Na, én is az vagyok. Na, kicsi ló! Hey, szia, hello! A marászak kívül, hogy holnap lesznek-e felik, mert nekem már nincs semmi. Azt mondják, hogy lesz. Nézd, milyen cuki! Jaj, that's okay! Nem jövök le, ki van zárva, még magyaróért sem, nem dőlök be ennek megint, hé, te nem is vagy az anyukám! Anya szerint nem is vagyok mókus, anyádnak jár a gratuláció. Anyukád nagyon. De téved, olyan természetes, amikor itt fel, mókusnak hiszi magát a ló! Hát te szent mókus! De miért mondta azt, hogy nem jövök le, mikor a földön áll? Sonkás, gombás, kukoricás, pizza, így van, songok. Ne! Csak egy icipici lóker! Várjunk csak, fenszinkret, enni vagyok. Vagytok a szürke lakók. Igen. Akik a falunkba jöttek. Ó, nézd, ahogy leült! Egyen beszart. Meg a szívét! El sem hiszem, hogy valódi kívülállók. Kívülállók érkeztek Vaderdőbe. Néhányan elhagyják ezt a helyet, hogy köztetek éljenek, de anya szerint csak eddig csak egy ember látogatott el hozzánk. Úgyhogy te vagy a második. Minek öltöztél abba a sok vászomba? Úgy nézel ki, mint egy ember. Külvilágban lovak ilyen felszerelést viselnek, jaj ember. Ja, emberként cosplayezik, legyen ez, cosplayezünk. Azt a mókus kosztümök is vannak, tudnál egyet szerezni nekem, légy, akkor te mindenki látna, hogy ki is vagyok valójában. Na, várjál most, jó, egy másikat nyomom. Jó, mókusnak hiszi magát a ló. Egy nyomom. A külvilágban a lovak ilyen felszerelést. De minek az a sok rongyal, csak elnehezíted magad, nem tudsz olyan magasra ugrani, vagy fára mászni? Lókus vagy móló? Jó kérdés, Zsolt. Móló, azt móló. Tetszik nagyon. De szép ez a növénygazod bent. Növénygaz. Köszönjük. Gyönyörű lett az majd új táj. Új terület. Növénygaz. Jaj, amaradú. Na, második ember, az lent lesz a mód. Ember, bakker, hát ezek lovak. Gyerekek, egy jó tanács, ne egyes lóval gyertek. Na, nézzünk le vagy fel. Jaj, de szép vagy! Cima, mókuska, mókuska, felmászott a fára. Lókuska. Lókuska. Né. És elesett, elesett. És nézd a következőt, ott hempereg a nagy darab állat. Direkt a másikakat csinálod, mint én? Nem. Miért vagy? Nézd, én? Van 6 darab koporsója, vagy ilyen ágya. 6 darab koporsója közül. Te szakáll a szőr és állat. De ez saját magadról beszélsz. Beolvasod? Igen. Ó, ez valami edző, sobertló. Misztikus meditál. Sobert, Rubintréka és Sobert Norbert lovat. Lájolok. Na,
De ez nem, hogy beleéléssel. Még egyszer. És belélegzés. Nyújtózunk. Lehajolunk, lefelé néző mókusba. Majd pata újra támaszkodunk. Mindenki csinálja, hogy a fenséges kétlábú mókus pozícióba érkezik. Mókus póz! Köszönjük szépen. Igen. Csak nem azért érti, hogy csatlakoz a meditációs gyakorlatokhoz. Na ez ilyen meditációs akárki. Ja, minden nap megnyújtjuk az izmékat, közelebb hozzuk a testünket Édenhez. Nem tudom, hogyan lehetne ti ezt a szorosan való testet megnyújtani. Ilyet! Csupa mancs vagy, egy patád sincs. Be vagyunk oltva. Áruld el nekem, új lélek, miért utaztál el az erdőnkbe? Kalandot keresek, szeretnék jorviki őslóv, azt hittem lenni. Én hát, is azt hittem, azt mondja. Hát csak úgy. Várjál, lehet, szeretnék jorviki őslóvakat tanulni. A legjobb helyen jelsz, de azt javaslom, hogy ne is figyelj a többi méresre. Az erdészlovak túlságosan is el vannak foglalva a virágaikkal, harcosok egyfolytában hangoskodnak, hogy fontosnak érezzék magukat, ez akkor te vagy. Lefelé nézem mókus, dolog, igen. Ami tényleg számít, az az őrszemfa. Na, kalandokat keresünk! Te vagy, tessék, kalandot nyomtam. Kaland! Itt azt hiszem, rossz helyen jársz, soha nem történik semmi itt. Az égig érő őrszem minden veszélytől, viszályától megóv minket. Előbb mondtátok, hogy veszekedtek állandó jelleggel, most akkor melyik az igazság? Lopó, csaló, hazudó. Tehát ez... És akkor nézzük meg a harmadik lovat. Jaj, volt az a cikk, hogy Lorraine azt hiszem, szarvasnak hitte magát a transzit csába, és az autópálya mellett legelt. Mi van? Lemaradtunk. Én ezt hál' Istennek nem olvastam. Szarvasnak hitte magát. És ott az úcsoló. Csoló. Csoló. Ú, de szép! Oda néz! Úcsoló, meg a locsoló. Nézd oda! Begombázta a fejét! A sörényt! Gombamód! Ú, hogy nézel ki, hallod? Mint a rothatú borka. A Viló. Tudod, mit jelent a Viló? Professzor Viló volt a Pokémonban. Fűz! Jó. Viló vagyok, okay, ti pedig az új barátaink vagytok a külvilágból. Örülök, hogy útjaink keresztezték egymást. Fönnsziklet és Eni. Hó, nem fogsz örülni, mindjárt majd ellepik az eget egész figyeltem. Területed majd a... Csak az eget mindig... figyeltem. Ja, csak az eget figyeltem, az ég beszél hozzánk. Tudtad, felhők vagy csillagok, mindig van valami megfejtésre váró üzened. A misztikusok már hosszú-hosszú ideje tekintenek az égre válaszokért. Amikor felnézel, mit lát? Ott egy bagoly! Csillagképet, sorsomat, halott bolygókat. Hasztad, Edán! Hallod én a sorsomat. Én nyomom a sorsomat. Szia, jó futást! Köszönjük, hogy szia. Itt szia! Szia, fru! Az igen. Titkos üzenet? Ne! Te is látod most a... levegyünk Dark Orba. Te is látod, a csillagok valóban beszélnek hozzád. Egész életemben az eget fürkésztem válaszokért, és ha eléggé próbáltam, mindig megtaláltam őket. Jó tudni, ha van más is, aki így érez. Hát az igen. Amúgy kicsit úgy érzem magam, mint ha ezo tévét. Mint ha ezo tévét közvetítenénk. Azt mondta, hogy nekem már kicsit sok ez az év. Visszatértem hozzád! Sziasztok, mire maradtam le, csak cím. Szarol lesztek? Igen, igen, nagyon sok mindenről be, majd nézd vissza, kegyetlen ez a mai frissítés. Ja, akkor Lili? Ugyanazokat nyomod, amit én. Tényleg? Na, a Vilót is megkaptuk. Én még nem, mert azt hittem fölolvasod. Nem. Na, Vilót nézzük meg. Őrszemfa. Misztikus tanonc. Február 20. Kedvenc étel, nyers törpe málna süti. Hogy sütsz? Tehát, hogy... De nyers. Ja. Hogy rakod össze? Különleges kép, asztrológia. Pancsolás a vízben, sárdagonya a mocsárban. Felolvasod? Furcsa és excentrikus Viló valaha a harcosok méneseinek tagja volt, de mindig is úgy érezte, hogy nem tartozik közéjük. Szerencsére eltalált a misztikusokhoz, és spirituális életmódjuk mélyén megérintette. Nem látom a kurzsortot. Azóta otthon érzi magát, az egyetlen bánata, hogy feszült viszonya essel, a nővérével, akit hátra hagyott, amikor csatlakozott a misztikusokhoz. Én azt hittem, hogy az fiú. Ez mit csinál? Végig brekeg a háttérbe a béka. Ja, én csak nézem, hogy rohamot kaptál, hogy mi történt. Az őrszemfáknak szentelt oltárunkat szétrombolták! Gyorsan újra kell építenünk. Pont most! Igen. Ki fogja? Na ki? Teljesen. Kinek van hüvelykújja? Szia, Frida! Köszi a jelölés! És Kata, neked is! Kinek van hüvelykújja, jogos?
kezét, aminek van üvegúja. Jaj, maguk tapemini képességei, jön a orvosás. Hát az se annyira jó. Titkos üzenet, száll a széle. Várj, mi a szart kell felszednünk? Hát nem azt. Mert csak bejöttem a vízbe. De miért szálltál le a lóról? Mert hülye vagyok. Hát nem ezt mondtam. Ó, itt a fában kell valamit leszedni. A pókhálót. Pókhálót kell. Dave jól játszik. Hát ezek sajnos nem igazak. Szerzett tárgy 1/5. De hol a lovam megint? De mi a szerzett tárgy? Azt hello, hittem, Dóra búzás. Mondom, pókháló. Mi lassult be a kari? Ja. Karima. Ne, jó vezető, jó bevezető volt most fog átváltani valami bizarr horror játékba. És tényleg. Simán lehet. Majd amikor összecsapnak, az széttépik egymást a lovat. De hát ugye többi lónak, de tényleg amúgy milyen csontok azok. Meg egyfolytában egy nyereg izét ír. Annyira rossz. Várja, mit kell még megtalálni? Itt sétálnak az őzekök. Nézed már. Gombát is beszedünk. Meg követ, meg tollat. Konkrétan oltárt építünk, csak úgy jelzem. Oké. Okay. Hallod, beszektársított lovat. Konzultálnom kell a lelkészembe, hogy játszhatok el ezt a szóval. Ha így folytatja tovább. És ez még mindig egy lányos kalandz volt, én nem érzem ezt. Egy lányos kalandz, ezért széttéptünk egy dínót, abból építünk oltárt. Köszönöm. És varázsgombákkal van tele az erdő, csak úgy mondom. Hallod, még mindjárt feltűnik törpapa. Nem tudom. Ez oltár jó feladat. Ne. Ne. Ezek tökéletesek lesznek. A misztikusok az őrszem gyökereinek mélyéből feltörő hárát éreznek irántatok. Hú, de ijesztő zene van. Szerencsét kívánok kockázatos utatok során végső ménessel, harcosokkal való találkozáshoz. Várjál, mert én még nem csináltam meg. Nem tudjuk még, hogy melyik csoporthoz fogunk tartozni. Nekem eddig a kettő... Az hát az én a meditáció miatt én ezt átgondolom. És az én bealudtam, miközben néztem a streamet, lehet többet kéne aludnom este. Lehet. Igen, hogy lehet bealudni? A harcosok várni fogják a jöttödet. Ha átmész a mocsarak másik oldalára, üreges fa alatt lovagolsz, agyarokkal szegélyezett ösvényre lesz. Kövess az ösvényt, majd elvezet a harcosok területére. Hallod, megyünk a barbárokhoz. Barbármackókhoz megyünk. Igen. Varázsgomba, hupigék, törpigék megnőnek. Emberé változnak. Vagy lóvá. Hókuszpók lóvá tett mindenkit, na. Ne. Ezzel még mindig itt vergődik. Mondom, hogy hardoklik. Ja? Nekem a harcosok a legszimpatikusabbak. Eddig nekem is. Magas hegyek fölött, hol a henger tupikék. Hol a tupikék. Ott laknak ők. Itt már tényleg jönnek az agyarok. Aztán fordítva mentem át rajta. Ennyire béna, hogy lehetek? És tényleg majd csak egyet, egyhez tartoznunk kell. Ez annyira nehéz, hogy válasz. Igen. Megváltozott a... Hallod, oda nézzél, mennyi csont! Ott laknak ők a törpilók. Harcos hát őr! Ha elég unalmas a matekóra, akkor hidd el, sikerülni fog. Ne. De jól néz ki! Állj! Ki vagy? Harcos őr. Te olvasod a kövit? Állj meg ott, ahol vagy, ne gyere. Dühösebben. Harcosok területén vagy. Győlet az XP, oké, rendben. Közöld látogatásod célját kívülálló. Azért jöttem, hogy a harcosokkal találkozzak. Csak körbenézek a faluba. Csak egy szörtelen mókus vagyok, hát ez sajnos nem igaz, rég volott veled a lábam. Én azt mondom, hát hol a hülye? Ne, én is azt mondom. Ja. Ha, hát beszélsz is, lótársam, jobban teszed, ha megregulázod azt a mókust, rendben tovább haladtuk. De miért lennél a mókus? Te a mókus nyomtad? Igen. Jó, akkor jövök azt, hogy azért jöttem, hogy a harcosokkal találkozzak. Hát beszél is! Lótársam, jó. Az ugyanaz. Hát akkor mi értelme van, hogy mást válasszál? Ott egy... Várjál! Ez megfenyeget! Figyellek! Ott sétál a jávorszarvas, fordulj! Ott ment előbb! Nekem ott ment! Jó, majd lehet, hogy látunk egy jávorszarvas. Na. Azt a mindenit! Ott sétálgatott, csak így chillelt. Na! Mozogjál! Kívülálló! Ez tényleg olyan agresszív, mint Dave. Lehet, hogy tényleg barbárok leszünk. Hallod?
nem hupikék törpikék, harcosok lesznek. Tupikék, hörpikék. Ez nagyon rossz. Na, keressük meg azt a másik harcos lovat. Azt értettem, hogy Bartos Orr. Na, oda nézzél, ott a másik következő ló. Amúgy kicsit úgy érzem magam, mintha nem is az SSO-val játszanánk, csak én úgy is mondom. Azt mondom, hogy... Ilyen MMORPG-zünk. Rokko, szabasz! De szép! Újonnan érkezett, belépett harcosok területére. Mondjad, Rokko kám. A mentősöknél úgy hívják a rohamkocsit, hogy Rokko. Friss hús a vaderdőben. Az ő rátengedett, úgyhogy biztos rendben vagy. Hallod a... Ennyi a védelmetek? Nagyon-nagyon harcoltok. Ha. Hallod, mint a keresztanyúban a határőrök. Átengedett, rendben van. Jávor szarvas. Őr. Rokko bemutatkozását felolvasom. Rokko vagyok. Én tartom a ménest edzésben, és mindenre kézzel... Ez is... Na még! versenyzés, fazéktörés, dobolás, csak a legjobb éli túl. Mi? Ez vadállat. Biztos enni és föld szinkret vagytok. Igen. Futótűzként terjed a híre, hogy ti ketten beléptetek vadállat. Meg még vagy 40-50-en. Hadd megyek el nektek, hogy nagyszerű harcosok ősi történetét a Vén Whisker Bloodhoof-val kezdődött és veszélyes útjával a csontok nyug helyére. Érezzük, hogy igazír, igen. Ne. Hupikék, szortelen, mókuskék. Jaj. Mókuskék. Köszönjük. Hoppá! Jön a zebra! Es. Na. A kis szörmók is megérkezett, hogy beüsse az orrát mindenbe. Egyáltalán mit akarsz tűnni? Amúgy gyerekek, csak nektek gyanús, hogy érkezik majd egy belső karakter, nézed? Túl sokszor használják, mert... Már a vaderdő megnyitásánál is volt. Egyáltalán mit akarsz tőlünk, két lábú, bármi is legyen a szürke világban, az biztos érdekesebb, mint ez a hely. Különben nem mentek volna el annyian közülünk innen, megvették őket. Es cér! Es, légy udvarias! Csak körbenéztek. Amúgy es a kedvencem, tudod miért? Na. Mert csak egy cékához es lesz es szét. Jaj. Csak azért viselkedsz barátságosan, hogy a gyenge pillanatokban lecsap ránk Rokko. Rájuk Rokko. Vagy úgy elpegyhütti. Elpegyhüttetek? Hogy most már ki sem állsz egy kívülálló ellen, amikor betör a területünkre. Nos, végül is lenne. Nekem is nagyon tetszik ez a maszk. Jó lenne, ha bizonyítanád, mik a szándékaid. Készen álltok egy kihívásra, Fanny Secret és Annie? Ne, harc, indul a fight, poké harc. Wow. Készen állok. Úgy tűnik, ti ketten képesek vagytok bizonyítani nekünk. Várjál, Rokkónak megnyílt a szöveges ládája. Szöveges ládája? Mi? Három agyarkör, harcos csemege, aszal gyümölcs és magkeverék. Akkor én is szeretem a harcos csemegét. Hegymászás. Szélsebesen száguldozás. Ugrándozás. Barátokkal. Nagy harcos vagyok. És mi a hobbid? Ugrándozni a barátaimmal. Gyere, Rokko! Ő a Rokko. A harcosok... Hé, valami nyögött a háttérben, vagy üvöltött, mi a rákom volt? Ott a szarvas! Ott a szarvas! Valami nyögött a háttérben. Hát ég a zsír! Ég a zsír! Lehet, hogy azt fogják levadászni! Őt küldte köredzésre. Amúgy érdekes, hogy mind a vadlovak, sőt a kis csíkos azt sem tudta, hogy mi az a szett a lovon, de bezzeg mindenhol lehet ruhát, szettet venni. És tényleg! Harcosok edzőjeként Rokko a lehető legjobb formában szeretné látni a ménest, és mi lenne a fazéktörésen és a vadördi vágtázásokon kívül ennek a legjobb módja, de ne gondolt, hogy a szíve jégből van, kemény külseje mögött kedves lélek rejtőzik, és szívesen ír leveleket, és küldi a harcos csecsebecséket Junipernek az erdésztó. Udvarol! Amúgy Jana, te is addig maradsz otthon, ameddig Dév. Hát nem tudom pontosan. Hát ezt nem tudjuk előre. Körülbelül két hét, de nem tudjuk pontosan még előre. Keresd meg a harcosos sziklát, és beszélj szertartásoddal. Utána elkezdődik a beavatás. A beavatás. Beavatásozunk. Sziaszketi. Bocsi, sziaszketi. Kedve dolgoztam papával, de jó neked. Nagyon durván érdekes az új frissítés. Nézd, már ott van két ló. Rokko, Marokko. Nézd oda. Hol? Ez az S meg a Rokko, cicem. Itt fönt. Hát a Rokko még előbb lenne át. Most már ott van. Na nézzük a dobot, hallom a harci dobot. De jó a dob. Büszkébb itt a dobhoz, én.
most megyek a harcosokhoz, jó van, én már befejeztem. Jó, söpredék, söpredék, talán nem is ember, hanem ló. Puszi. Mua. Taknyos szájú. Az vagy te. Csícsi. Na, hol találjuk? Na, ne, minusz ezer. Ne. De. Ne. Várj, itt már szól a dob. Ne vedd el az élményt. Én nem hallok semmit. Tudom, viccelek csak. Jaj. Ne! Leestem! Ja, ugrani kell! Na várjál már meg, leestem! Mindjárt ott vagyunk. Ah! Jó, azt hittem nem ugrottál. Várjál meg, ne menj tovább, mindjárt megyek én is. Jó, megállunk. Leestem. A harcos dobos bácsinál. Ja, szóval azt mondta Dave, hogy minden alkalommal, amikor az új becenevén hívom a live-ban, elvesz tőlem egy ezres. Ne egyes lóval gyertek megcsinálni ezeket a küldiket. Dum. Muti már meg. Ja, nem tudod, jó, hagyjuk. Hát, nézd. Hallod? De majd visszanézed. De menő a harci festése. És tényleg addig megmutatom közelről a harcos dobos. Egy nagy dob. Újra nincs küldim, ne! Majd lesz. Ne szívassál Zsolt, hogy nektek is hallani kéne, föl van adva a hang. Eddig engem a harcosok vonzanak. Na, engem is eddig. Azt tetszik a legjobban. De nyugtassatok meg, hogy halljátok a háttérzenét. Nincs hang. Szopadtok. De be van kapcsolva. Hát most épp... Ott most épp nincs meg, kijöttem. Bele. Menj már valahova, ahol dobolnak. Hát folyamatosan dobolnak! Akkor még följebb adom a hangerőt, de hát ezt be kell nyomni? Nem. Be van pedig kapcsolva a játékhang, nézd meg. Akkor adjam még följebb. Nem tudom, hogy miért. Van, csak halk. Zenének halk. Most már följebb adtam. Aha, halkan hallatszik, de hát van. Pedig maxon van. Van hang, de nagyon halk. Hát akkor nem értem, hogy miért lehet. De nem talál. Az effektet lejjebb vesszük. Na jó, mindegy, csinálj, majd oda találok valahogy. Na, most föltoltuk a hangerőt. Azt írják, most már jó. Csináljam? Csinálj nyugodtan, majd oda találok valahogy. Hát de ott jelzi a térkép. De nem tudom, hol olyan kell, hol van. Addig hallgassuk a zenét, na. De nem kell csinálni, hogy nyugodtan. Oké, Alexandra, üdv újra. Egy zöld patájú lépett a szertartási területre. Próbára kívánja magát tenni? Igen. Nagyon jó zene, most már megvárlak. Na, megvárlak. Bocsánat, sokszor kérdezem, de mikor érkezik meg a csomag? Lili, te melyik vagy, mert még kettőt nem adtunk fel. Melyiket nyerted te? A bögrét vagy a füzetet? Dave, mondd már meg kérlek, hogy mikor szivattalak én ilyen dolgokkal. Hát volt, hogy nem szóltatok live közben, hogy nem volt hang. A próbád napja elérkezett, kívülálló, hogy átjárjon a mindenható harcos energiát. Gyűlösebben! Az legyen a feladat, hogy galoppoz és ugorj a dobokra olyan gyorsan és hangosan, ahogy tudsz. Csak ezzel bizonyíthatod majd magad a ménes tagja előtt, megvan benned, ami kell. Jó! Hát ez kemény lesz. És hol vannak a dobok? Füzet és a mágnes. Akkor az akkor majd, mikor feladjuk. Mert hogy... Nem, azt mert nem feladjuk. Nem, mert az a nagy izébe van. A nagy alakúban. Egyet kellett ugrani! Hát ez volt ám a kihívás.
Itt van egy csíkó! Nagy alapú borítékban van, és azt még külön fel kell majd adnunk. Úgyhogy valamikor 1-2-3 hét múlva, mivel hogy még nem mehetünk annyira messzire. De kitartás. Ennyi volt, csak nekiugrott el is ki. Majd gyakorlatilag már csak a füzet meg a bögre nincs feladva, a többit mindent feladtuk, meg Krisztiánnak a külföldi levél nincs feladva. 16-oson lehet. Van saját klubunk, igen. Új bajnokunk van, a kívülálló bebizonyított, hogy erős. Nyihaha! Hallod, mekkora dob volt? Ha mekkorát szólt? Nekem nagyon bejön eddig. Nekem nagyon tetszik. Megcsináltad, errefelé gyorsan terjednek a hírek, ahogy leugrottál a szikláról a dobokra. Hihetetlen! Puszta erőt szinte ragyog. Nem is onnan ugrottam le. Én igen. Juniper idejött és felőled kérdezősködött, nem nagyon kellene heti ménes gyűléseken kívül beszélnünk, de kivételt tettem, beszélned kéne vele a nyihogó völgyben találkozni. Már megint hova megyünk? Oda ki kell menni! Igen, a CCF, a Clown Champions. Így, köszi Lili. Rég volt ennyi tartalmas frissítés, az biztos. Na és akkor most nekik sírtak. Hova kell mennünk? Nincs frissítés! Most vissza kell mennünk. Meg csak lovat hoznak! Hát ez nem ott kell visszamenni. Itt az úton kell. Mondom ezt, és én is mindjárt megdeglek. Nem. Milyen úton indulok, még nem amúgy tudom. Amúgy tényleg nagyon-nagyon durván sok minden volt most ebben. Valaki mondja meg, hogy milyen rinocéroszokat öltek ezek meg, hogy izé... Csak ott menj le. Várja valahogy, ki kell... Az út felé menjél. Ki kell oda verni. Arra fele, úgy. Fordulj meg, fordulj. Ez várom nagyon durván nagy frissítés. Milyen itt lejöttem? Hát ez nem igaz. De nem is arra itt úgy se látszódik semmi. Miért ne látszódik? Senki még. Nem látszódik. Vagy mamutokat, amúgy simán lett. Eskörlök, hogy ilyen hangosak vagytok, elnyomjátok a síró kisgyerek hangját a buszon. Na, ne. Szegény. Nézd, mert meg mennek a szarvasok. Vonulnak, mehetek csopi? Jöhet, persze. Lehet, majd lesz csoportcsere, persze. Na, amint látszottok, de hát nem is látszódnak most. Mondjuk. Amíg megy a küldi. Na? Nem fogod átmenni. Hát ezeket van. Amúgy meg egyszerűbb lett volna, hogy hazaszállítok és oda megyek. Na, itt már tudsz menni. Nem emlékszem a Pixi Key. Mi történt? Hát nem tudunk bevenni, mert itt még nem látszik senki. Igen. Kedves virágos barátom, tragédia történt, nem tudjuk mit tehetnénk. Mi történt a na nyomasd a tragédia. Ennyi valami szörnyűség történt, a virágok, amelyről a csikók éppen tanultak, a szügyük elől tűntek el. Két percre fordítottam hátat, a virágok eltűntek, épp tanítani próbálom a csikókat a gyönyörű erdőben találtok különféle növényekről, de most már minden örökre elveszett. Aha, de úgy tűnik a bűnös sziromnyomokat hagyott maga mögött, ha követelnénk tőle, biztosan oda vezet. Követnénk. Ja, oda vezetne ahhoz, aki elvette a virágokat. Ennyi és fenszikletet, igazán boldogát tennétek a csikókat, ha kinyomoznátok, hova tűntek. Sokat jelentene, ha tudnátok segíteni. Szinte valaki megette. Szia, Yellow Tree! Szia, Yellow Tree! Köszönjük szépen! Megint akkor követés van. Ez biztos szirom ösvény, amelyikről Juniper beszélt. Ezek a sziromnyomok jó messzire elvezetnek, kövessük őket. De ilyenkor megint nem látszottok, mielőtt valaki kezdené, hogy nem látja magát. Aha, megint öt dolgot, vagy öt izét követünk. Öt szirom cuccot. Na, a szarvas lesz? Nem, az a ló lesz! Megvagy!
Ez nem az, aminek látszik, mondja a gombás fej. Szia József Bálint. Mondom, hogy megette. Szia Trixiket, köszönjük, hogy itt voltál. Vagy lehet, hogy az. Szia! Micsoda első benyomás, nem akartam elvenni a virágokat a csikóktól, de tényleg nagyon kedvesnek tűntek. Mégis elloptad? Tudod, az oltárunk lerombolták. Hát most raktam vissza! Most már lopott, meg hazudott is. Köszönjük szépen. Igen. Szia Stella. Hát most építettük vissza az oltárt. Azzal tartjuk fenn az erős kötődésünket Édennel, és azzal fejezzük ki a tiszteletünket az őrszemfa felé, hogy az erdő javát ajándékozzuk neki. Az oltárt újraépítettük, segítettem Eldernek a hát ezt mondom. Gyűjteni. Tényleg, ez csodás. Köszönöm, de nem oldja meg. Köszönöm, de ez nem abban egyébként fennálló problémát valaki. Állandóan lerombolja az oltárainkat. Gondatlanul végig változik a Szentföldünkön, és azt hiszem, tudom is ki az. A harcosok ki gondolta volna? Harcosok ménesének egy tagja, és nos, elég... Ezek össze akarnak ugrasztani minket. Mi újság, semmi jó végre live-olni, nagyon jó az új frissítés. Beszélnem kell velük erről, de nem tudom egyedül megtenni. Úgy látszik, te magértő, ja megértő lélek vagy. Támogatnál sokat jelentene. Oké, most, és most ugye itt vagy velem, Eni. Nem, elmentem. Rokko S, biztosan tudjátok miért jöttem ide. Hirtelen teleportáltunk. Viró nyihog. Csak nem azért jött, hogy próbálhatod az erőnket, miután en teljesen lenyűgözött minket a dobos ceremónián. Azok az, az értelmetlen oltárok, arra fogsz megkérni, hogy ne romboljam. Jaj, hogy a harcosok nem hisznek az oltárokba. Misztikusokként az oltári hitünk mélyen gyökerező részét képezik. Nélkülük nem tehetünk felajánlásokat, az őrszemfának generáció hagyománya szakad meg. A harcosok vérében van, hogy erejüket próbára tegyék. Nem adom fel, bármi is álljon az utamba. De erről te nem sokat tudsz, ugye, Hugi? Te feladtad az életmódunkat. Ennyi elég is, es, ne kezdj bele. Lehet, hogy sikerült kétlábú barátodat meggyőznöd. Az őszinteségedről, de én átlátok rajta, nem vagy igazi, misztikus, sarlatán vagy. Sarlatán vagy! Most akkor én ezt nem értem. Ez lerombolta az oltárát a hugának, az meg bosszúból megette a virágokat. Mi van? Elég legyen, ezt a ménes gyűlésen kell megbeszélnünk az erdészdavak is. Komolyan úgy érzem magam, hogy az én kicsi pónimat nézném, meg nem tudom. A mi hiányzó virágok miatt találkozunk az őrszemfa alatt, és beszéljük, és most rosszra jön az csak úgy jelzem, hogy kb. Két órája lovak beszélgetnek egymással. És tényleg. Tudom, mire gondolsz, hogy ez a nővérem. Ez nem egyszerű történet, tudja, hogy hol rúgjon belém, ahol a legjobban fáj, remélem. De ez lány, akkor... hogy el tudjuk rendezni a dolgokat az őrszemf alatt. Alder épp most készül elő a heti gyűlésre. Pont most! Nekem is jön a marad. Ott találkoztam majd veletek. Egy kis időre van szükségem, az egész helyzet a harcosokkal túl sok volt. Keresd meg az őrszemfát, erre kijelöli a térképen. Hát nagyon nehéz dolgom lesz. Szia Villő! Mi újság? Bizu veled, de rég lehet. 1000 éve, pont a mutkó gondoltam rád. Szia Plami. De jól látni. Jön a, aki Eszter, de jön a marad igazából, mert nekem akkor is jön a marad, de az igazi neve Eszter. De ettől függetlenül nekem akkor is jön a marad. Köszönöm a figyelmet és tényleg. Jó, közben elmegyünk oda, ahova kell. Mizu Villő, mesélj csak. Főleg, hogy mi ma szüneteltünk egy valami jó 15-6 napot. Gyerekek, még egyszer megerősítem, ne egyes lóval jövjetek ide. Ne. Na, eljöttünk ide a lakásához. Üdvözöllek! Pont időben érkeztetek, hogy tanulni legyetek a vaderdői ménes élet egy fontos részének. Párosodásnak? Mondom, begombázásnak. Ja. Mi ménesek szigorúan csak azt felolvasod, kérlek. Mindjárt, csak nem tudok menni. Na, szóval, de jó. Mi ménesek szigorúan csak saját erőletünkön tartózkodunk, de az őrszemfa alatti gyűlés hetente kötelező a ménesek számára. Az útmutatásunk nélkül ki tudja, mit találnának ki azok a harcosok, meg erdész lovak. Kezdjünk is neki. Egymásnak fogják uszítani a háromat. Mindjárt. Jaj, nagyon rég volt, most kaptam egy új gépet, szóval 10 óra játék mellett nem volt időm YouTube-ot nézni. Az igen! De örülünk neki. Tök jó, múltkor gondoltam rá, de nem, tényleg.
Erre nem lenne szükség, ha nem vitted volna el arcátlanul a virágainkat. Viló nem tudta, felajánlási nap volt az őrszem oltárunk. Üres volt, áldozatunk nélkül az őrszemmel ápolt kapcsolatunk megszakad. Oké, ezt tiszteletben tartom, Rokóm miért rombolta le a ménesetek az oltárt. Esvadul vágtázott és épp beütözött, 4 ballábas és nagyon sajnálja, ugye Es? Felmordul. Ha szóval ez történt, értem, szokás szerint csak egy félreértés, nyihog, akkor ezt megbeszéltük. Hát nem, hát ez csak természetes, de ha már itt vagyunk, valamit muszáj megemlítenem, harcosok, ez a végtelen dobolás éjjel-nappal se gondolkozni, se meditálni, nem tudunk semmit, nem tudunk nyugodtan megcsinálni. Ide hallgast, álmodozó, a dobolási szertartás a harcosok közé való beavatás fontos része, neked esélyed sem, és megint ide lyukadtunk ki. Majd máskor megbeszéljük, most egyezünk meg abba, hogy ti a ti falu részleteken maradtok, mi meg a miénket. Akkor minek kellett ez? Áll az alkú. Rendben, ügyvéd úr. Mit gondolsz a helyzetről ennyi? Igazgató úr. Nagyon ritkán tudunk kívülállókat megkérdezni. Azt gondolom, hogy hülyék vagytok. Unatkoznak és összevesznek. Nem volt helyes elvenni a virágokat kérdés nélkül. Az oltár tisztelete nagyon fontos. Muszáj nyargalászni és megerősödni. Legyen az nyargalászni. Jó. Nyargalászni. Tehát a harcosok útja szólított meg leginkább. Úgy látom, az aztán biztos, hogy nagy ricsaj csaptál, ahogy dobokon ugráltál, most a falu, még a faluban is hallottuk. Örömmel hallottam a gondolataid, az enni kérlek, látogass meg valami nyihogó vagy, mert általában ott se verészek a mókusokkal, vagy... Szia, Anna! Ha misztikusok területén jár, szívesen kémlelném... Ne simogass meg el, Puti! ...veled az eget valamikor, vagy nézhetnénk ebi halakat a lábban. Álmodj továbbra! De engem se felejtsen meglátogatni most, hogy már átestél a beavatási szertartáson. Mindenképpen le kell ugrani, hogy valamikor leellenőrizhessem a képességeidet. Oké. Szóval, amúgy olyan gyönyörű ez az új terület, meg a zené is, ez szerelmes vagyok. Tényleg nagyon jó. Meg ez az egész gyűlés, meg a 3 lókaszt, meg minden. Lókaszt? Lókoszt. Most a... Köszönöm, hogy időt áldoztál arra, hogy megismerd. Szia, Mufi! Szia, Mufi! Nem most kelt éppen, ha persze! Méneseket és vaderdőt, amit otthonunknak hívunk, most már nem egyszerű szürke lakó vagy enni, hanem szövetséges. Na! Remélem tanultál valamit a ménes gyűlésekről, enni sajnálom, hogy szemtanulja voltál civakodásnak. Ménesek nem jönnek ki egymással, már soha nem, mi soha sem jöttek ki. Túl különbözőek vagyunk ahhoz, hogy egyetértsünk bizonyos dolgokról, de végül is mindannyian fokozatot. Fontosnak tartjuk ezt a hatalmas ménet. Egy ősi életöröméhez a Mondek Szent Jordinra sok-sok évvel ezelőtt leszálló lovasistenő ültetett, éden legendája eljutott az emberek világába is, fogalmazhatunk úgy is. Ó, ez megnyugtató, legalább egy kis civilizálta vagytok ti emberek, de ugyanezt nem mindig mondhatjuk el a ménesekről. Mindenkit milyennek találtad a ménesekkel való találkozást és vadernők? A ménesek különlegesek, mindenki azt hitte, hogy mókus vagyok, ezt nyomom. Jó, akkor én meg a... erdő varázslatost. Ez így van. Lehet, hogy mi ménesek széthúzunk, de egy dolog összehoz minket, ami életet ad az egész erdőnek, és épp itt egy muslinca mellette állunk, kár, hogy gyakorlatilag minden másban eltér a vélemény. Én a mókus nyomtam. Hát tényleg elnézést, nem gyakran látunk embert, de elég szép dicséret. Az itteni mókusok okos kis teremtmények. Mindenfélével segítenek nekünk, még faluban kunyhókat is ők építették nekünk. No. A mókusok építették a kunyhót! Bérmunkások! Kunyhót! Elkezded a kunyhót! Nos, muszáj folytatnunk a dolgunk, sok minden kell megtanulni. Nem kicsikék, az őrszem körül szedtünk pár növényt, azokat fogjuk tanulmányozni. Azokat lopták el, nem? Világító gomba és lila füvecke. Füvecke! Világító ez gomba és lila füvecke! Egyszerre mindenki, otthon, világító gomba és lila füvecke. Nem bírom ezeket a pöszelovakat. Köszönöm, hogy visszaszereztétek a virágainkat, First Secret és Annie. Mindketten nagyon kedvesek vagytok szürke lakó létetekre. Sírtam, meg tudok beszélni. Jaj, ne! Na, átcsapom magam valami normális cuccba és gyűvök rendben. De mindjárt vége lesz a live-nak. Ami most elspoilerezem magamnak az egész sztorit a live-on, nem jaj, vagy, ne! Samplingnek igaza van, köszönjük, hogy
tiszteltek minket, Eni és a lovam. Szívesen látunk máskor is, hogy felfedezzétek a falut, erdészlovas területeit, viszontlátásra. A viszontlátásra! És még van küldi. Nem, most mindegyiktől elköszönt szerintem. Az őrszemfa igazán lélegzetelállító, nem érzem, hogy errefelé energiától lüktet a föld. Kapunk gatyeszt! Hátvutógatna drág! Meg 250 Jorvik silinget. Ezt elolvasom? A lignos otthon egy olyan állaté, amely a fához kötődik, többiek nem veszik észre a kapcsolatot, de én igen. Áldás szerint azok, akik leginkább közel állnak a mágiához, észrevesznek ilyen apró dolgokat, elég sokat elárul rólad. És a Rosemary-t hozzáadta a naplónkhoz. Tanár! Tanár, és születésnap május 28, kedvenc hely, Nyihogó völgy. Vadmegy. Altatók dúdolása. Köszönjük. A barátai Mariának vakargatása. Csikók ugrándozásának, játékának figyelése. Tényleg jól néz ki Billő a naci. Én is így vagyok, olvasom magamba, és amikor lovam nevét kéne mondanom, tudom, mert orosz neve van. Jaj. Ne. Nem tudom. Rosemary-t felolvasod? Ó, nagyon jó özéket, ott kár, hogy ilyen hobbi. Felolvasod a Rosemary-t? Mert felolvastam, ja? Rosemary a vederő csikóinak tanárnője, a bölcs kanca, Krebepől nevelte, így Rosemary kiválóan megérti az erdő természetét, reméli, hogy tanításai által tovább érti a vén erdészlovak hagyományait. És még egy valaki lesz. Jaj, de jó, hát vajon ki? Jó, várjál, most lett 3 küldi. 4. Ne! XP! Akkor most, aki beírja újra, hogy Dave, azok jönnek csapatba. Mennyi XP-t kapunk, hallod? Ó, nyugi, még nem ennyi. Észrevettük. Észrevettük. Melyikkel kezdjük? Mindjárt kidöntöm. Már ilyen eldöntöm csak. Mindjárt kiröntöm a aki szeretne majd jönni, írja, hogy Dave. Figyelj, menjünk el össze a barbárokhoz. Vagy nem, itt van egy lent, a lentinél. Egy itt van tőlünk, nem messze. Hol? Itt lent, az útnál. Aha, jó, oké, akkor de még... Kezdjük azzal. Én is valószínűleg lovat akarok, hogy kell... Szerintem át kell állítani valami ilyen hely, akármit. Mert próbáltam, de a nevek ugyanolyanok maradtak. Én múltkor a klub nevet láttam, aminek orosz volt a neve. Jöhetek? Hát aki beírja, hogy Dave, az behívom csoportba, igen. Itt a büdös kés ló. Nadrágot, amit kaptunk a felsőhöz, illik, amikor akkor kapunk, amikor meghítottuk a vaderdőt. Ó, az már nem ma volt. Volna. Na majd megnézzük. Szia, potétó! Szia, na akkor kezdjük. Tudd meg többet Juniper titkos leveleiről. Üdv szépséges, enni hát nem csodálatos ez a mai nem, de sajnos nem élvezhetem ki, mert gondok terhelik az elmémet. Milyen gondok, szívem? Láttál esetleg egy kék sörény csikót, aki azt igen. Hiszi, hogy mókus? Igen, észrevettük. Láttál, igen. Mókus, csikó, korábban láttam az egyik. Igen, kíván. Korábban láttuk. Igen. Miért is nem gondoltam arra, szia, hogy Mr. Rider, elneveztek egy lovat rólad. Szia, S. Mr. Rider, elneveztek, igen. Tudod, egy kedves barátom a harcosok ménesében, aki leveleket szokta írni. Azt is mondta. Különböző ménesek nem kellene egymással kommunikálniuk, de Rokkóval mi egyszerűen elválaszthatatlanak. Love horse love story. Köszönjük. Titokban leveleket küldözgetünk egymásnak, mókusok segítségével a famászó fortijaik igazán remek titkosszolgálata emelik őket. Még a levelek kódnyelven való megírásában is segítenek a többieknek. Fogalmuk sincs! De a dolgok most tragikus fordulatot vettek. Az egész annak a kis mókus csikónak, Ziginek köszönhető. A kis csirkefogó felfedezte a titkos leveleinket és azzal fenyegetőzött, hogy beárul. Megígérte, hogy titokban tartja a dolgot, ha egy feltételnek eleget teszek, ő fogja kézbesíteni a levelet. Ez még mindig az esze szó? Mi más tehettem volna, úgyhogy odaadtam neki a levelet, azóta tűkönőbe várom a választ Rokko általában, azonnal válaszol, de egy mukkanásra hallottam felőle egész nap. Az a sajnod a gyanú, hogy a levél soha nem érte hozzá. Így bízza a ló egy álmodozó misztikusra a pontos kézbesítést. Szegény, szerelmes ló. Jaj, a Wildfi has appeared. Use a Pokéball to catch it. Köszönjük. Igazi áldás vagy ennek az erdőnek, köszönöm. Hallod? Sok szerencsét Ziggy felkutatásához, biztos az ágak között lesz.
Hallod, annyi XP-t kapunk, hogy beszarsz, mióta megy a küldi. Ez nagyon jó nekem. Na, akart még valaki jönni? Írja be majd, hogy Dave. Hát akkor figyelj, menjünk Zigihez. Cigi, elzigi. Ne, hagyjuk ingem. Jó. Amúgy nektek melyik lovak jönne ebben? Nekünk az ilyen vad, izés lovak. A harcosok. Harcosok. Vad izés, köszönjük. Vad izés lovak. Vad lovak. Köszönjük. Vad lov. Köszönjük, elsőre is értettük cicát. Jó. Ahhoz képest mi nem csináltuk olyan szerepet, amiben szerelem van, de a küldetést csinálhatnak. Amúgy jogos. Ja. Várjál, már nem talán... Cin-cin! Azt mondod, hogy cin-cin! 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 Oké, okay, jó. Ne! Nem hiszem el! Gyerekek, ne! De amúgy jogos, amit írt Daniel, hogy tényleg. Ne egyes lóval gyertek! Hát ne! És ott ül! Köszönjük! Pontosan! Pontosan én is azt próbáltam elmagyarázni nekik, de nem figyelnek rám! Cin-cin! Ó, de hisz ez Fern Secret Annie ruháiban! Mókusokkal épp egy fontos megbeszélés közepette voltunk! Nem felejtettél el valamit véletlenül? Mi? A levél! Juniper megkérd, hogy kézbesítsek egy levelet a mókusi szupererőimmel, egy kicsit elfelejtettem. Semmi gond, elintézem. Igen, köszönöm, végre most már visszatértek a megbeszélésünkhez. Ahogy mondtam, pip. Cin-cin. Jó, ez is begombázott. Is, ez is, hallod? Ennek is pecsi, ez is becsicskított, pedig ez még csak egy csikó. Ez az! Már a csikó is be... Hogy néznek csicskít. Ki? Becsikózott. Ú, köszönjük szépen. Becsikkantott. Köszönjük. Addig ne vegyük fel a másik menni. Sárgát, nem? Igen, de merre kell menni? Hát nézd a térképet, könyörgöm. De nézd, de nem menjük. Én csak egyenest ugrottam onnan, ahogy voltak a mókusok. De szerintem itt nem tudok felmenni. Valószínű. Csórian a Dév nem hagyja megszólalni, hát semmi újdonság, gyerekek. De meghagyom, csak ő nem azt látjátok, ami nálam van. Mondhatja. De erre fele kell menni, így felfelé, ezen a kérges fán. Hol? Itt, erre felfelé. De az úton menj tovább. Hát jó! Köszönjük a kódot, már beírhattak. Ja, itt fent, ja, na, jó. Ja, most minden happy by the way találkoztunk. Jaj, de jó! Tök na, jó. Majd mesélj, hogy mi újság. Igen. Megtaláltad? Igen. De már megint nem látszódik a többi ember. Hát mivel itt, ezeknél csak te látszódsz, ezt magyarázom. Fönt kell szerintem menni, vagy lent. Rokko lent volt, vagy fönt? Nem tudom, szerintem bárhol tudsz. Hát ha fönt van, akkor nem. Az fönt lesz szerintem. Nem tudom. Hát lenni. Ez még nagyon ismeretlen. Szia, Luca! Szia! Megint. Aha, fönt van. És utána itt is lesz egy küldés. Hallod? Konkrétan rengeteg XP-t kapunk. Nem baj, az a jó. Megvártalak. A csodálatos Annie és Fern Secret, csak nem azért értetek vissza, hogy még jobban próbára tegyétek az erőtök. Az hirtelen megjött mindenki! Rokko. Ash majdnem eloroszta a dicsőséget előled, a szikrára ráugrott a dobra, mint te is, csak hogy ő hátraszaltozott. Azaz majdnem hátraszaltozott, a hátán landolt, szerencsére elég rugalmas a dob, különben akár csontja is törhetett volna, akárhogy is. Ez elég hardcore, nem? Level 1 jött. Ne! Ó, egy levél Junipertől, honnan tudsz a titkos levélcseréinkről? Nagyon nehéz Junipertől távol lenne, mivel különböző ményesekből származunk, gyűléseken kívül beszélgetési tilosak. Sajnos titokban kell tartanunk a levélváltásainkat, ezért elmondom neked. Les előtt! Igen, köszönjük szépen! Igen! Ez az a logika. Dév, visszajöltél, SSO, nagyon örülök neki! Most vissza is fogok. Hú, level 20-as leszek, ki tudja, lehet, legyen 21-es. De micsoda jó dolog. A mókusok segítenek, nem vágyunk, csak te nem vagy mókus, mi a manót csinálsz a levélkézbesítőként? Csak segítek. Csak segítek.
Nos, köszönöm, tudod, van, ami nemes a mások segítésében. Nem számít, mennyit dobolsz vagy versenyzel, az felbecsülhetetlen. Na de most már itt az ideje. Elolvasni a levelet valami, miről írt most. Egy szirom, egy mantnyom és egy kavics. Még mindig tanulnom kell titkos mókus nyelvet. Szerinted mit jelent? Hiányzol. Legyen az. Aj, de cuki vagy! Ez az, a szirom Juniper jelképezi a macskanyom köztünk lévő távolságot, és én vagyok a kavics. Egy büdös kő vagy. Eltaláltad. Jönne pedig már egy ideje a barátom volt. Tényleg? Nem is emlékszem. Köszönöm, hogy eljuttattad a levelet. Most nem. Na, addig, most, hogy mindenki látszik, na, álljunk itt össze egy képre, és elmegyek pisilni. Addig amúgy itt egy képre. Ez szokatlan volt, hogy most ennyi feladatot kaptunk, amúgy tényleg. Most annyit kap, most az a baj, hogy ezután viszont higgyétek el, hogy egy jó két hónapig egy rohadt küldetés nem lesz. De hát, hogy megyek, ezt azt mondom, biztos nincsenek itt, meg egyszer... Meg minden egyszer csak dév és jön a vágtat velem szemben. Ez mikor volt? Nem tudom. Nekem csak az nem tetszik benne, hogy nem látszódik a többi ember. Szia Ágnes katona! Szóval igen. Jó lenne, hogy látszódna mindenki, de amúgy igen. Ez a frissítés egy szerencsés csomag, mert sok új feladat plusz új terület. Hát igen, ennek most nagyon örülök én is. Három agyar kör. Ez ahol vagyunk most éppen. És közben eltűnt a boldogság csíka lovam felől is. Kb. 5-10 perce. Ja, értem. Én bementem az istállóba. Minek? Elmenekültél sok ember elől? Nekem most van 78.110 XP-m. Nagyszerű. Hozok kettet. Éhes vagyok. Gyerekek, mert mióta nem live voltunk, meg gondolkoztunk ennyit, csak feküdtünk, meg minden. És tényleg. Megint. Itt vagyok. Jól teszed be a képeket, majd Instára nyugodtan tegyétek ki. Igen, most visszaigazolok, Delila Vagonvel. Üdv. Es, mit szeretnél? Bementek a WC-be. Mi? Kizárt dolog, nem csinálom meg Rokkó, semmi szükségem egy hülye amuletre. Hoppá. Milyen amulet? Menj az esre. Hozz azért egy vizet, es, még hosszú lesz a frissítés. Annyira fura, hogy es. Nem gondolod komolyan, es, amulettek kötnek minket össze az őseinkkel. Mit gondolna, Viszkör? Bloodhoof most rólad. Nem érdekel. Ó, ez meg mi a mókus? Két lábuk, de csökre hátra sem. Essel épp vakmeré útra készülünk. Kolosseum, van Kolosseum? Én nem akarok oda menni! Én nem akarok oda menni! Kaptunk a családunktól, meg mindenkitől egy csomó nasit. Először megesztük a nasikat. Jó pipi kélés, Luca, várunk vissza. Este mi is popcorn teszünk. Igen. Minden rendben lesz, csak harcos felmenőink generációinak szellemének élnek ott. Te nem riadsz vissza, hogy belépj az ősi Kolosszeumba. Hát nem! Megpróbáltam. Ha egy ember nem fél, neked sincs rá semmi okot. Készülj fel, indulunk a sziklás vidékre. Tökéletes. Harcosok, soha nem hagyjuk, hogy a félelem megállítsa minket, készülj fel és induljunk. Okay. Akik elmentek innivalói meg pisilni, majd írjanak, ha visszaértek. Mibe kevertél minket, Annie? Ja, mondom, nekem Lucy-t írt. Jó, olvasod? Az ősi Kolosszeumnál találkozom majd veled, toltkolva. Honnan a rágból tudnám? Az a nagyporos fensik, amelyet az agyarak vesznek körbe, de próbálj meg nem elveszni odafelé kívülálló. Hát honnan tudnám, hát most járok itt először.
és megint kapunk 10 XP-t. Nagyon király. Hát ez nagyon jó. Egyelőre nem lesz új tagfelvétel, mert időm nincs a klubomra. Igen. A live végén légy szíves, gyertek át Mistfallra. Hát ez sajnos nem így. Nem ígérjük meg. Meg ezt nem tudjuk megígérni, hogy ezért pont átmegyünk Mistfallhoz. Ja, ott már lent vannak. Na nézd. Ez a Colosseum. Ez a szar. Igen. Már bocsánat. Igen. Na, es, felsikolt. Ne ólálkodjatok mögöttem így. Ah, jó sokáig tartott ideérnetek, csak nem innatokba szállt a bátorságotok. Kezdjük akkor neki a tárgyak begyűjtésének új ősamulethez. Váljunk szét. Váljunk szét és kutassuk át a terület. Há persze. Minden használatot tárgyat mi más csinálnánk, amúgy, de tényleg. Szia Bogi, köszönjük szépen. Szia Bogi, gyújtsunk össze. Egy sima ódikszkő. Én még szart se találtam. Ott van valami. Minden tele van. Ez egy toll. Egy agyar töredék. Egy csontdarab. Biztató, köszönjük szépen. Egy agyag töredék. Agyag edény. Darabja. Na. Egy csontdarab. Várjál, adjuk le. Kicsit olyan, mintha tényleg íző, nem tudom, oroszlán királya játszanak. De tényleg olyan. Nem röhög. Mit csinál? Jól vagy? Igen. Találtál valamit, remek? Mi is? Most már biztos elég tárgyunk van ahhoz, hogy összerakjuk az amulettet. Most húzzunk innen, de gyorsan. De ah, persze, ki fél? Félnek a saját területükön? Igen. Nagy a szátok. Mindjárt beleállok. Uta! Menjünk föl föntre a feladathoz. Te hogy értél már oda? Szia, Liz! Épp a küldetés sokadik részénél vagyunk. Uta, nem kellett felmenni. De! Csak ott lent vannak. Lent van? Igen. Hova mész? Följöttem föntre. Minek? Mert azt hittem, hogy felmásztak ide. Csak kettő lépést kellett menni konkrétan. Ja. Es, szia, egész idő alatt tiszta ideges voltál. Mi a helyzet, harcos? Rendben vagyok. Nekünk elmondhatod, oké, félek, oké. Tudom, a ménes legkeményen harcos a fél, de ettől a helytől feláll a szőr a hátamon, szinte érzem az őseim hideg tekintetét magamon. És ez nem megnyugtató? Most az összes nagyanyád és nagyapád figyeli a bátorságodat. Nem, úgy érzem, cserben hagytam őket, mióta húgom elment, hogy ahhoz az ábrándozó méneshez csatlakozon. Nem tudtam ide belépni, szégyellem magam. Miről beszélsz? És te vagy az egyik legvártabb harcos ló, akit ismerek, és nem a te hibád volt, hogy a húgod elment. Meg kellett keresni a saját útját. Hát nem így van, Eni. Testvérek közötti kötelék szétszakíthatatlan. Ez így van. Edzés ma lesz? Nem. Hát szerintem ma csak ezzel fogunk. Ezt végig visszük. Örülünk, hogy azzal végig. Oda nézzenek, Eni egyre csak. Igazságokkal bombáz minket. Nem számít, mi történjen, ti ketten testvérek vagytok. Még akkor is, ha húgodnak, el kell hagyni a ménes, hogy magára találjon. Nagyon gázok vagytok, majd elgondolkozok arról. Kedves vagy! Ami mondtatok, de egyáltalán, de nehogy eláruljatok bárkinek is, ok. Ok, mondja Ró. Nem akarnám, hogy kőszívű harcos hírnőmben csorvás. Alice kérdezi, sok XP-t ad-e, válaszolj. Nagyon-nagyon sokat. Hát mióta megy a frissítés kb. Azó, vagy a live, azóta csináljuk. De cuki vagy. Nóta írta, hogy úgy örülök ennek a live-nak. Nem, mert hát látjátok, milyen SSO is készült, hogy hosszú live-val térjünk vissza. Megőrzem a titkodat. Ne bögdö se de már, putika, olvasom mindjárt. Megőrzem a titkodat, de csak egy feltétele. Ha csatlakozz hozzám, újra itt kint az ősi harcos tárgyak után kutatva nagyon jó móka volt piszokban ásni. Gyertek is, Fern Secret és Eni. Most esetleg, hogy Viró meg es testvérek. Igen! Gondolom nem árt, hogy találkozhatnánk újra, hogy még több érdekes tárgyat gyűjts. Többi harcos számára. Akkor aztán megvan az egyik felé. Tárgygyűjtés lesz. Csodás, az őseid büszkék lennének rád, es. És a tiéd is, Eni, az összes nagyanyád és nagyapád. Találkozzunk legközelebb. Na, aha. Est is hozzáadt a napot. Na. Éjjeli őr. Ugyanaz a szakmány, kollega! Kollega!
Galapsíkság, sótöm vízkör rettel. Fúj, az a kedvenc ételje. Étele. Fúj, különleges képesség, ki tudja szagolni a félelmet. Hobbik. Tárgyak széttiprása. Dominancia jegyében. Annak elérése, hogy több író nem szórakozzon túlságosan jól. És olvasd fel különlegest. Cinikus és hűvös. Ez gyorsan ítélkezik, és még gyorsabban ellenségével, ha hűvessége ellenére elszántság a bámulatra méltó. Végletekig eltökélt, hogy megvédje a harcos mérség és életmódjukat, azár eltávolodtak egymáson továbbra is fontos számára. És így meglett az összes ló. Villó. És most még mindig tudtok barátnak jelölni Agatha Cherry Roadot. Üdvözlöm a barátaim közt. Nagyja vagy pattanás, hogy mi a homlokom és viszket meg. Ó, és nézd már, Rokkónál lesz kék küldetés. Nekem itt jöttek ki sajnos. Ezt is küldésé. Megcsináljuk. Nézzém, a láz miatt. De ez már mindig így volt, hogy kiütéses lettem. Hát, ha meg lesz az a 20-as Aliz, ki tudja, lehet. Mondjuk igen. Én nekem még sok XP kellene a 22-es szinthez. Te jó ég, az nagyon nagy már. Valami közben történik. Igen. Igen. Sorsolás. Igen. Mit sorsolsz? 500 SC-t ki szeretne? Ki volt kitartó velünk ma? Mi? 500 SC sorsolás lesz. Lehet itt lakni. Gondolkozom, hogy ide költözzek. Mindegyikbe van kapcsolva? Igen. Felkiáltó jel. Barbárló. Felkiáltó jel, barbárló. És... Az igen. Csak... Az érvényes, aki nyilvánosan van feliratkozva, valaki nem nyilvános, újat sorsolunk, és a kódot legkésőbb holnapi Metin Live-ig elküldöm üzenetbe. Úgyhogy felkiáltó jel, barbár ló. Én már készültem a Covid alatt, hogy megvettem előre az 500 SC-t a sorsoláshoz, úgyhogy eddig titkoltam, hogy most lesz felkiáltó jel, barbár ló. Nagyon fontos, ne tegyetek szó közt, felkiáltójel, barbár, ló, ával és hosszú óval. Bárki nyerhet. Aki nem nyer, se legyen szomorú, következő hónapban is lesz egy 500 SC sorsolás. Ennyit meg elmondhatok. Úgyhogy felkiáltójel, barbár, ló. Szia! Boldog névnapot neked! Boldog névnapot és pont jókor. Uh-huh. Úgyhogy... Jana szerintem majd visszaszámol 10-től. Ha megadta a kekszet. Ne, jól van. Jól van, Zsolt. Felkiáltó jel, barbárló. De ha olyat dob ki, hogy nem nyilvános a feliratkozás, akkor sajnos újat sorsolunk, mert ez az egy feltétel van. Most az Instagram nem fontos, de a következőnél az is fontos lesz. Ja. Nézd meg, hogy fel vagy-e iratkozva. 10! 9, ló, 7, 6, 5, 20 jelentkező, 4, 3, 2, 1 és fél, 0. Ó! Hoppá! És Viki nyerte meg! Gratulálunk! Hát, ha ettől kicsit jobb kedved lesz a sok betegeskedés. 2018, 10. hó 18. Kitartó vagy, sem, Viki. Mi? Úgyhogy gratulálunk, Viki, és ne legyen szomorú, aki még nem nyert. Lesz még sorsolás a csatornán, ez pedig egy random meglepetés volt. Nektem, tőlem, nektek! Még beteg vagyok, jó? Tőlem! Tőlem, nektek! És ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a szupercseteknek, szupermatricáknak és a tagságnak köszönhetjük, mert azt forgatom vissza, úgyhogy ha valaki tag lesz, szupercsetezik vagy szupermatricázik, nagyobb esélyt ad arra, hogy legyen még majd később sorsolás. Nektem, jól van, na. Tehát Viki, gratulálunk! Egy új szót kitaláltál. Random megvetedés volt nekem. Na. De hiszen Annie készen állsz arra, hogy halált megvető bátorsággal galopsíkságra indulj őst harcos tárgyakat gyűjteni? Hogy a viharban-e? 100 harcosok frakció. És akkor megint megcsináljuk? Igen. Hát meg. Ez most egy hosszú live lesz, és ez volt a meglepetés. És tényleg szupercsetek, szupermatricák tagságoktól függ mindig, de szeretnék azért egy
havonta per két havonta, legalább két havonta 500 eszét sorsolni, hát akinek nincs lehetősége. Hát a Covid, amikor bejött a Covid, benyaltuk, akkor tizedike körül. De akkor terveztük tizedike körül. Nézzétek, ez is az én pénzemből lehetett, és tényleg, nem, hogy tényleg... Durva szövésű anyagdarab. De most gondoljátok bele! Magatoknak is köszönhetitek. Viki befizetett egy tagságot, nem is tudom melyik tagság van neked, de maximum 1400 forintért. Igen. És nyert 500 eszét. Szóval... Ami jelenleg 5280 forint. Hogy de volt már 5006 is. Igen. Nem, most 5280, azért is vettem meg. Úgyhogy, azt a mindenit! Köszönjük szépen, Zsolt! Zsoltnak köszönjük szépen a 2000 forintot, gratula Viki, és köszi nektek, hogy kedvesek vagytok. Hát igyekszünk. Nagyon köszönjük! Ezt később is szeretnénk megtartani, és nagyon ez nekem egy ilyen dilemmám volt, hogy csapjak egy nagy hype-ot arra, hogy visszatérünk és sorsolunk, vagy akik itt lesznek velünk az SSO Live-ba alapból, azok örülhetnek, hogy pont itt voltak, amikor sorsoltunk, igen. És emellett döntöttem, hogy most nem hirdetem be, hanem néha így meglepetésszerűen sorsolunk. Igen, Luca, említette pont az évben, abban a podcastben, hogy majd lesz bizony, sorsolás, csak hát ugye közbe jött. Az Esis podcastben beszéltünk róla Esiben. Csak közbe jött a Covid. Igen. Szia, sajnos pont maradtál az Esis. Szia! Sorsolásról, de igen. Köszi megint, hogy csatlakoztál hozzánk, rendben, ez meg lett. Akkor mehetünk a következőhöz, nézd, itt ugrál egy. Höz. Ugrál. Hát tényleg köszönjük szépen, meg azt is, hogy ennyien vártatok vissza minket. Igen, nagyon jól. És én is elengedtem, hogy majd lesz 24 órás, ha meg lesz az 5000, most leiratkoztak ilyen 20-25-en, de hát azok így jártak. Esélyt se adnak arra, hogy eszét kapjanak. Meg, hogyha bejön az új szezon Fortnite-ból, ott is lesz Battle Pass, már készültem rá V-Buck-kal. Én úgy is örülök, hogy nem jártam, mert az elég, hogy itt lehetek. De cuki vagy. Nagyon köszönjük tényleg. Mi is köszönjük, hogy... És már nagyon hiányoztatok, ezt el akartuk azért mondani. 6000 forintom biztos belétek tettem. Köszönjük szépen! Köszönjük a támogatást! Ti támogatásotok nélkül nem is jöhetne létre, hogy... Vilónál megvárnak! ...akárra sorsoljunk. Igen. Tényleg köszönjük. Jaj! Ezzel meg csak kicsit fel akartam dobni a hangulatot, hogy ha már ilyen jó nagy frissítés, legyen valami meglepi is. Titkon reménykedtem, hogy magatokat sorsoljátok ki, de bunkók vagytok! Mondom, sok lenne a postaköltség, nem lenne jó nekem. Megérkeztem. Valaki tök lóval van. Hát eljöttél hozzám, Enni. Enni, örülök, hogy itt vagy. Még 10 XP. Hát elnézést, hogy kicsit elszaladt velem a ló. Jó, ebbe a csapatban nem jövök, bár nagyon hasonlít rám. Ma nagyon elvarázsolt vagyok, szellővel sodródom, régi időkre elmélkedem, de ez már csak a misztikusok szokása. De nem mindig voltam misztikus, harcosok között szerződöm, ez a tesója. De soha nem éreztem közel magam az ő útjukhoz, amikor felnőttem, ide találtam, és azóta itt van érzem magam, de néha még mindig kételkedem, tudod. A legnehezebb az egész az volt, hogy hátra kellett hagynom este nővérem, tudom, a legkeményebb harcos ló a nővérem, gyakorlatilag egymás szöges ellentétei vagyunk, mint én meg nővérem. De igaz, a testvéri kapcsolatunk azóta nagyon feszült, hogy eljöttem. Néha azon tűnődöm, hogy jó döntés hoztam, amikor távoztam, mit gondolsz, szerinted maradnom kellett volna? Mindig kövesd a szíved. Jaj. Én itt tettem, és ide vezet. Ez vezetett ide Szügyig a sárban, egy szürke lakóval diskurálva, de nem változtatnék semmit. Én azt, hogy minden okkal történik. Jó, itt igen. Megállok addig. Ugyanazt csináltam. Hát ilyenek nagyon vagyunk, Stella. De cuki vagy, köszönjük szépen. Hát amúgy ugyan. Most igazából előzőzhetnék, hogy minden pénzt, ami a YouTube-ból bejön, befolyik, azt magunkra költünk, de úgy vagyunk vele, hogy most nem ilyen írdatlan nagy összegeket keresünk vele, most meg azt viszont annyi, amit magunkra önzőzünk, hogy amikor leakcióznak egy játékot, megveszem akciósan, hogy majd tudjam live-olni. De az is a csatorna. Az igen. Ennek a felét kérem vissza, köszönjük. Live-ba visszakapod. Én pont oda akarok belépni a misztikusokhoz.
Azt... Amivel láttak titeket ezazon, akkor híres vagyok. Mintha már nem lettem volna bejelentve. Máté azt írtam, máskor is jó lenne, ha nem lenne bejelentve. Amúgy néha fogunk ilyet, hogy nem írjuk ki előre, mert akkor tudjuk, hogy több emlékszünk, esély. Hogy jöttek 80-an, meg 120-an. Hát több úgy az esély, igen. Nem írjuk ki. Látom, a te elméd is ugyanolyan kétségek között van, mint az enyém. Gondolom, sosem fogom tudni, milyen lett volna az élet, ha nem hagytam volna ott őket. Ó, Eni, fiatalkod ellenére nagyon bölcs vagy. Úgy érzem, kettőnk lelke már nagyon régóta ismeri egymást. Van egy ötletem, ami segíthet abban, hogy közelebb érezzem magam a régebbi életemhez, harcosokkal. Pártomat fogtad, essel való vita során nem kételkedem benned. Na. Most nem nagyon értettünk semmit. Segítenél nekem újra, kedves szürke lakó? De miért vagyunk szürke lakó? Hopp, és hirtelen meg elmindegyik. Köszönöm, nos a tárgy, amit szeretnék megtalálni. Elég könnyen felismerhető, én magam nem mehetek oda, a ménesek szigorú... Szigorúan a saját területekben maradnak, a faluban sok sikert. Vissza kell menni! Meg a tárgyat, amit Viló hátrahagyott, Üstök falu harcos területén. Jó, megyünk megint a harcos területre. Jó. Most a három területből ugráltatnak minket majd. Úgy vannak vele, hogy még az ilyen, bocsánat, az ilyen kis gyíkok is, mint te, mint aki mindenhova szállítózol, még te is tanuld meg, hogy merre van. Viló nagyon látni szép. Látni akarod, hogy trombitál, Lili. Valaki kicsoda? Írta, hogy Viló nagyon szép. Igen. Jó, igen, látni akarod, hogy izé, ahogy orrot fújok. De szép valóban. Gyere már be csapatba. Várjál. Akkor legalább látjuk, egyszer. Hogy hol vagyunk. Ha aki még szeretne jönni, írja be, hogy Dave. Amúgy már megvan, hogy mi lesz a következő beruházásunk. De ezt majd meglátjátok, nem igen. Mondjuk el előre. Bebagolt a küldetésem. Az hogy? Mit csinált? Amúgy igen, bejönnek sorsra, aztán elmennek. Sokan vannak így. Amúgy. De ez se baj. Tehát lesz, amikor hát mi is ilyen. Úgy csináljuk, hogy azért az is lesz ilyen is, olyan is. Ilyen is, olyan is. Jaj! Miért teszel Zsoltán feljelentést? Jó! Ez valahol itt lesz fenn. Várjál, erre nem jó lesz. Helyen van. De, itt lesz, erre fele fenn. Hol erre? Itt. Mert tele van a csoport. Itt följebb. Gyere feljebb, aha. Itt, ahol vannak a káposzták, ott fel kell ugrani. Mi? Én igen, ide kijöttem. Arra. Jó felé? Csak felfelé menjél. Ágnes, tele van a csoport, írtam. Igen. Volt lehetőség sokszor ma csoportba jönni. Jön a szürke hát fehér. Erre biztos nem jöttem. Nézd már meg, hogy még messzebb eljöttem. Szerintem valamit félre mondasz nagyon. Nem jaj, cica, nézed már az én térképem, könyörgöm. Rohadtul elvezettél tök messzire. Én... Mondtam, hogy csak gyere felfelé itt a káposztáknál. Jó, oda megyek értem. De eleve erre indultam el az úton, nincs is ott semmi káposzta. Szerintem te más beszélsz. Itt vannak a káposzták, közelében nem voltál. De ott kell felugrani. Hova? Ott mutasd felfelé. Itt. Akkor nem mutasd. Cica, hol vagy most? Itt ugrálok. Meg vagy. Oké, okay. Na és itt kell felmenni. Ezt mondtam, hogy itt kell felmenni a káposztáknál. Aha. Nem bírom elfogadni. Ne. De azért reméljük, hogy megjavul és meg kell csinálni. Biztos ezt a tárgyat keresi Viló. Jobban tesszük, ha visszavisszük cserepes növényt. Igen. 25 ember XP. Nagyon jó. De az ezt a baj... Tetszik. Az a baj, hogy most annyi küldit kaptunk, hogy szerintem nem fogunk kapni egy izé... Egy évig. Egy két hónapig szart se. És tényleg. Bezeg ló XP-t nem kaptunk, pedig direkt egyes lóval jöttem. Nem, úgy most vettem ezt a lovat. Na, Dave-től nem elhallottalak. Engem? Gondolom. Megeshet, hogy nem hallasz engem Dave-től. Viki, te meg írjál rám kérlek Instagramon, és majd átküldjük az SC kódot. Most megint ez hol a szarba van? Csak menjél a izé felé. Az úton. Fú, mire ezt megtanuljuk, hogy mi hol van. Mekkora terület jött be. Bocsánat.
tényleg nagyon nagy terület jött be, most konkrétan akkora terület, mint kb. Silver Rain. Vagy Mistfall. Igen. Nem bírok tüsszenteni, mert izomlázam van és fáj. De jó ég, hogy lehet annyira izomlázat, hogy nem tudsz tüsszenteni? Ezt a ki írta? Aliz. Egy hete vettem meg a szürke-fehér angol telivért. Na! Tök jó. Nekem még nem volt angol telivért. Egyelőre keresem, hogy hova megyünk. Nem tudtam, merre vagyok arccal. Valahol. Szerintem most már jó lesz, mert nem tudom rászni. Aha. Igen, majd hol írjak rád? Izén. Messengerem. És akkor majd megbeszéljük. Lezsírozzuk. Nekem sem volt. De nem értem, hogy miért nem vettem múltkor, vagy éve, mikor bejött. Azt nem a homlokára ne! A növényem ne azóta hiányzott. Ez a kis cserép. Mi lesz a főküldi? Amúgy tényleg ez egy mellék. Mióta eljöttem szavakkal, ki sem tudom fejezni, milyen fontos. Tudom, hogy furcsának tűnhet ez, de az kis cserepes természet olyan, mint Rajbesben tartom, amikor itt van a burjánzó zöld körülöttem, de tudod, és ajándékozta nekem ezt a növényt. Aznap este, amikor megszereztem az első kitüntetés csíkomat, és Es olyan büszke volt rám, a kis húga igazi harcosra válik az ő patanyomait követve. De látta, hogy én nem voltam túl izgatott, miatta mindig is a ménes fekete báránya voltam, az éjjeli eget kémlete, miközben a többi csíkó a galopp síkságon versenyzett. Úgyhogy az a kis növényt adta nekem valamit, amit gondozhattam és ápolhattam ennek a növénynek, elsutalkattam az összes aggodalmat, segítségével harcosként töltött időt kevésbé éreztem magányosnak. Sok ilyen apróságot hagytam ott a harcosok területén. Jó lenne újra látni őket, olyan kis aprók, kinek hiányoznak, de tényleg. Akkor ez lesz a különbség. Szóval te probléma nélkül be tudsz sétálni a harcosok területére, elhoznál nekem valamit, ami az enyém volt, ha valaha is arra jársz. Soha nem nagy dolgot ígérem. Csak apró mementókat a kis növény, mint ez a kis növény. Aztán visszatehetjük őket, senkinek nem tűnnek fel az egész. Lopunk. Elmondom. Köszönöm, hallom, hogy meghallgattál. Kleptomániás ló. Mindenképp látogass el újra. A virágokat is ezette meg. Jó, vegyük fel ettől is a kéket. Egyértelmű, hogy megint megyünk oda cuccot lopni. Lopunk a lónak, köszönjük. Csodálatos. Egy valaki jöhet, aki írta utoljára, hogy Dave. Na, most akkor valahogy találjunk vissza. Megpróbálok elvezetni titeket. Közben nézel egy kis csetet? Aha. Mongufta Family-re, vagy Mongufta Dave-re írjuk. Mongufta Family-re szerintem. Family-re írjon, azt használjuk csak. Tegnap voltam reggel és este is futni, de jó neked, nekem az még nagyon messze van. Az még sokan. Az jó, Alice, de ne vidd túlzásba, az izmoknak regenerálódnia kell. Igaz, van. Jogos. Zozóka is megmondta, hogy az egyik gyógyszerének az a mellékhatása jött ki nálam, hogy fürdés után csak a lábfejem piros és nagyon-nagyon viszket. Szegény. Egy után ezt a kéket ne vegyük fel? Vagy majd utána? Felvegyük tőlem. Szóval, hogy át tudom érezni, mert nekem is, nekem... Újabb levél rokkónak, igen, ezt elfelejtettük felvenni. Nekem ősztől tavaszig, hogyha víz éri a bőrömet, akkor hihetetlenül kiütéses leszek, és nagyon viszket, és volt, hogy annyira kivakartam, hogy már vérzett. Úgyhogy ezt átérzem is, jobbulás neked. És itt hol mentünk föl? És ettem, az jó. Hol mentünk föl, babám, mert megint össze-vissza fogok ide menni. Mindig a hülye káposztáiddal vagy el, de azt sem tudom, az hol van. Itt állok. Hili, hali, hali, hó, Hanna, mi újság? Szia! Próbálok oda menni, de én itt vagyok fönt, te hol vagy? Itt vagy, látom. Meg vagyok. Na. Na. Meg itt, kell tanulni. Itt. Jó. Mondjuk ezt naponta megcsináljuk majd live-on kívül, mert ugye még tartom, hogy másfél hetente lesz ez a szó live. Hát nem erre kell jönni. Hát ezt benézted. Egyes lóval! Holnap Metin live lesz, gyerekek, ott Jana nem lesz, de Metin live lesz 4-től. Gyerekek, ne egyes lóval gyertek! Itt kell fölnézd, hát itt van a harcosoknak a izéje, gyere onnan ki a francba. Nézd a térképet, hol vagyunk. Én találtam meg. Nagyon ügyes vagy, bár annak a gyógyszernek egy kis laza mellékhatása. Jaj, vannak annál sokkal rosszabbak,
szegényként. Alice bejelölt, így van. Alice, te nem voltál barátom. Látom. Hát most még ezt a tanulásra megyek fel ezt a szóra. Na, tökény. Gyere, hatalmas frissítés van. Ez eddig, de milyen hosszú, és még ott tartunk, hogy még ezt leadjuk, nézd, a két zöldet, és még van egy sárgánk, nézd a térképre. Nálam. Még van egy sárgánk. Durva. Jó. Úgy érzem magam, mint 10-es szintben. Körülbelül. Vissza kell menni a barbárokhoz megint. Na jó, Lili, ezt nem olvasom fel. Alice-nak már nem volt hely, azt írta. Hát pedig még tök üres volt szinte, mikor elkezdtük a live-ot. Vagy régen? Az lehet. Nálam még most van hely. Ki. Luan. Gyere te is, légy a barátom! Vagy várjál, vegyük... Lányos kaland! Jó, ha már idejöttem, babám, felveszem ezt a harmadik sárgát. Én nem látok semmilyen sárgát. Nézd már a térképemre. És itt egy lezárt terület még. Hely. Állj meg ott! Tudod, hogy merre jársz? Ez a szürke világszoros. Jön, leszel a barátom. Már rég megtörtént. Itt a Cubonlo. Felolvasod, baba? Várjál, mert én még azt sem tudom, hogy hol vagyok. A sárgához gyere fel. Megyek. Akkor olvasok addig. Csak azok a lovak haladhatnak itt át, akik el akarják hagyni a vaderdőt külvilágért. Néhányuk úgy dönt, hogy hátra hagyja az erdőt, hogy egy emberrel álljon össze. Néha egyedül mennek, néha szakállas kíséri őket, de mindig szívesen látjuk őket újra természetesen. A szakállas szerintem ki lesz, szerintem a remetele. De ennek ellenére nem hagyhatjuk ezt a szorost őrizetlenül, különben ménesek átjáróházként kezdenének kezelni a helyet. És azok a tolakodó emberek is megjelennének, hogy kíváncsiskodjanak. Szörnyű. Olvasom, mert már nem bírom. Megyek, persze. És én akkor nem csinálom meg. Úgyhogy legfontosabb kérdést tenném fel neked. Mi a jelszó? Ezt majd mindjárt elolvas. Szezámtárúj. Hát mi a jelszó? Szezámtárúj. Gajszírom patanyom. Szürke lakó vagyok, hát nem látod. Legyen az. Nem. Szezámtárúj. Mi? Gajszírom patyom. Patanyom. Patyom. Patyom. Patyom, Kim. Legyen a gajszírom patanyom. És Janát meg vagyok. Helyes! Mindre ezt fogja mondani. Gaj, virágszirmok meg kő. Helyes! Jó ideje, te vagy az első, aki eltalálta. Most átengedlek a ló, soha nem lehet elég elővigyázatos manapság. Ezek a kajlet kis csikok néha kiszöknek, hogy kockacukrot lapjanak a lenti faluból. Köszönjük. Már ezt is megtudtuk. Vigyázz magadra, az utadon kétlábú. Mindenkit látogass fel. Gyerekek, és ez is adott 5 XP. Csak úgy mondom. És innen hova mész? Ja, innen mész Firgroove-ba. Nem, izébe. Firgroove-ba nézd már meg, oda szöksz ki. Mi? A szezámtárúit nyomtam, de amúgy mindegy, mint nyomsz. Tényleg? Nézzünk le, de utána adjuk le a két zöldet. És Firgroove-ból át tudunk ide jönni. Azt a mindenit. De szép! Azt a mindenit. Még az átjárós olyan jól meg van csinálva. Ne! Beszarsz! Itt amúgy csak egy ilyen izé volt, egy fal volt, nem? Ne! És Firgroove-ból ide fel tudsz menni. De jó! Na jó, menjünk vissza a két zöldet leadni. Hátra arc! Azt hiszem, sokan fognak Firgroove-ba költözni. Lehet. Vagy bocsánat, Firgroove, ahogy legtöbben mondják. És tényleg. Pedig lehetne még Firgroove. Gyere vissza, adjuk le a két zöldet. Azt a mindenit, mi ez a frissítés. Lehet, hogy megveszek 21-es szintű. Hát igen, amúgy lehet, hogy szinttel kb. Mindenki itt. Rengeteg XP-t kapunk ma. Én ide el se jöttem. Az igen. Ja. Na jó, nekem évek óta az volt a vágyam, hogy legyenek csak szimplán gyalogló ménesek, de tessék a vágyam teljesült. Na, látom! De jó! És akkor tényleg most... ezt már mondta sokszor. Tényleg, és most keressük is, fel mint a barbár falvát. Gyerekek, ne egyes lóval csináljátok meg ezt a küldetést! 8-as aránylag tudsz közlekedni.
Én Firdóvnak mondom. És itt vagyok a barbároknál. Tudom, azért mondom, hogy legtöbben annak mondják. Én meg pont máshova lyukadtam ki. Nem baj. Várjál, le kéne adni. Nekem nagyon sok felé kell a 21-es szinthez, bár nem kéne sokat csicskulnék. Hajrá, csináld! Kérlek, tedd meg, értem! Tényleg, csináljátok a küldiket mindig. 15 szintű Jorvik Freeze-el csináltam meg. Hát lehet, hogy azt kellene nekem is. Én leadom szerintem akkor először a másik. Én a levélet hoztam először ide. Levélet. Én a levélet. Aha, 100 erdészlovak frakciót kaptam. 100 erdészlovak. És akkor még a másik zöldhöz el kell. Oda mész hozzá, akkor feláll. Nem, mint a ló. Most valószínűleg mindenki szintelt. Tév. Én nem fogok. Hát igen, azért írtam. Átvenja! Láttam, hogy ez hülyeség, de azért megcsináltam. Jaj, én meg körbe mentem a fán, köszönöm. És itt hogy megyünk le? Megint jönnek fel? Az okoskodások, nézd! Eddig leestem. Nagyon jó. Ne! Puta, hogy dobva. Ne! Sine, hogy megyek le? Hazaszállítása, azt hiszem. Dave nem csicskul helyettem. Nem. Blaze honnan származik? Tényleg. Az is innen, nem? Hát lehetséges, hogy valamelyik csapatból lesz. Szerintem ő hamarabb izé. Én nem szintelek, nehéz ezt lépést megtenni ennyi után. Szerintem a Blaze az harcos lesz. Ja, hogy nem akarsz szintelni. Szerintem harcos lesz a Blaze. De nincsenek csíkjai. Igaz. És akkor nézzük csak a frakciókat. A hát a meglepi az már... Már volt. Elsütöttük, Csasi. 500 eszét sorsoltunk, meg a barátlistámat feloldottam. Igen. Lehetett jelölni engem. Na, nézzük meg az új hírnév frakciókat. Már felolvastam neked, mert már behozták egy két nappal előbb. Tudom. Vagy nem tudom. Blaze az én gyermekem. Köszönjük. Nem találom. Misztikusok? Hát igen, harcosok. 3 nap kell hozzá, hogy átalakuljon. Meg az erdészlovak. Nem, meg kell hozzá csinálnom mindig. Nem 3 nap kell hozzá. És Clara... Szerintem misztikusoktól származik. Crazy Hawkot is. Jöttem újra be a live-ba, mert lehet, hogy valóban az oda kérdezni nektek, melyik tetszik eddig legjobban a 3 klánk az jó. Nehéz. Nekem a harcosok. A sztori meg minden miatt a harcosok, az erdész az nekem semmi. Nekem az erdészek tetszenek a legjobban amúgy a sztori miatt, viszont így külső, esztétikai, meg hangulati dolog miatt inkább a harcosok. Viszont ruhába a misztikusok. Én nagyon vasszínálok a kettő között. A harcos. Meg a harcos, az is nagyon jól néz ki. Nehéz. Nagyon nehéz. Rip, megcsináltok az összeset. Rip, elfogyott a küldetés! Hallod? Így hány órája megy a live? A barátlistának örültem a legjobban. Cirka 2,5 óra alatt kész vagyunk. El se hiszem. Mekkora frissítést kaptunk? Nagyon brutális. És vajon Dinóba is át lehet majd menni valahogy? Biztos, hogy ott is meg fog nyílni, és akkor a kalterekről is hallunk hírt végre. Lehet, hogy azért nyitották meg. Nem tudja, hogy tettek hozzájuk szállítót. De amúgy ide nincs szállítónk? Szállítónk! De van szállítónk. De ott van az üstök falu. Igen. Az a szállítónk. Na, holnap után már egy dinóba fognak átbagolni innen. Az a baj, de ne adj tanácsokat. Nem, de mindig ez van, hogy... Megnyitok egy területet, már a másikra átmagolsz. Itt a mókus ló. Itt a mókus fenn a fán. Ez a ló nem százas. És félig a levegőben állt, hogy mondjuk. Szia, semmi baj, örülünk, hogy megtanultál. Na kinek melyik tetszik eddig a 3-ból? Az a lezárt kapu az Ashland lesz majd szerintem. Mindenki írhat egyet, hogy a harcosok, a természet akármi, vagy pedig a misztikus. Erdész vagy nem, misztikus. Természet akármi, te.
De a frakciót kell majd dönteni, hogy kihez csatlakozunk, akkor reméljük, hogy sok mongufta velünk együtt csatlakozik a harcosokhoz. Harcosok? Miért jön azt mondtam? Mókusló? Van még egy misztikus. De végig nem olyan érzésem volt, mintha esze szóval játszanék, csak úgy megjegyzem. Erdész, hehe. Ki esetleg nem tudta volna. Igen, van kód. Van kód. Kék sapka. A Warrior sapka. Vagy pedig a harmadik. Be lehet váltani kódból. De csak az egyiket. Lili írja, hogy ő misztikus lenne. Misztikus vagy erdészménes Viktória. Na azt látom, hogy ízik kb. Az vegyes. Erdész, azt alig mondták. Azért mondják. Nagyon nehéz, mert amúgy mindhárom érdekes. Igen, csak az egyiket lehet beváltani. Egyik sapit lehet, vagy ezt a sapkát, megmutatom addig. Hát, nagyon csúnya. Vagy ezt a sapkát lehet, ezt a szalmakalapos, vagy ezt a kéket, ami olyan, mint egy téli sapka. Ez nem tetszik amúgy a sapka. Vagy ezt, hát ilyenünk meg már van hasonló. Tehát, hogy... 9000 ilyesért, ne viccem el. Azért mondom. Ez a három sapka, amiből az egyiket beváltatom. Az abban nyomtam, hogy néznek ki. Így. Így nézd, ez a szalmakalap, és akkor ehhez lenne a szett. Uh-huh. Így. És nincs nadrág hozzá? De az, már rajta. Tehát, hogy ez az egyik szett. Akkor... Szandával. Szandállal, igen. Bocsánat. Akkor a másik szettet is bemutatjuk, a kéket. Ez a misztikus szett. Annyira nem illik hozzá az a sapka. Nem, én nekem sem. Hamarabb a farának az eddigi cuccai. Igen. És akkor a harcos szett a végén. Na jó, eldöntöttem. Harcosat fogom megvenni. Ennek se tetszik a sapkája. Hát a sapka nélkül, tehát a sapkát biztos, azt le kell cserélni. Biztos, hogy nem vettem meg a sapkát. Ez borzalmas a sapka. De önmagában a szett jól néz ki. Az nagyon jól néz ki. Nekem a kék szett tetszik. Nekem is. Nekem a Warrior-os van meg. Vagy mondtam, kombináljátok, mint Dave, és nagyon jó lesz. Nagyon jó. Várjál, így. És a kék gatya. Nagyon jó. Csodálatos. Ja, nem a kék sapka. Így. Látod, nézd, lehet kombinálni, gyönyörű. Jaj, nekem. Gyönyörű. Ne kombináljátok. Kombináljátok, csak... Nem néz ki jó. Na, de szépen beálltunk ide hároman. Kombináció, azaz kombinált ruhat. Combine. Szerintem esnek a lengye. És amúgy ne. Lehet, hogy köze van hozzá, persze, mint ott a fog majd, barbár. Nem, ott fog majd ezért új ménest alapítani a Willow-val. Nem, az ezével, valakivel. Nem tudom, mit tudom én. Érdekes lenne. Hát, ha valaki esetleg el is olvassa, esélyen, figyelj! Majd Lili kommentelt be a live alá, és rögzített posztba kiteszem. Jó. Lili, most is már bekommentelted a live alá. Komment szekcióba. És köszönjük, hogy itt voltatok, szerintünk ennyi volt így első nekifutás ez a visszatérésünk. Remélem, jól szórakoztatok, mi nagyon. Nagyon hát hiányoztatok nagyon már, úgyhogy maga a frissítés csillagos ötös. Ha még nem tetted, dobj egy hatalmas lájkot a végén. Visszanézhető lesz, csak tudjátok, ilyenkor 1-2-3 óra, mire a YouTube feldolgozza, idő, mire az egészet vissza tudjátok nézni. Holnap Metin Live-ba találkozunk, holnap után másik live-ba Janával is. Én, akinek mindig a Pokémonos S jut eszébe. Ne. Lassan visszarázódunk. Elfáradtam, nem mondom, hogy nem. Én is. Nagyon. De jól fogunk pihenni. Uh-huh. Monguftakát, és Vikinek még egyszer gratulálunk. Írjál rám Instagramon, és küldöm az 500 SC-s kódot. Sziasztok, mongufták! Sziasztok!